Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez itt a... család? Most már? Ja. A Fanvit Julcsi következő epizódjában. A simszezni fogunk ma is. Az a helyzet, hogy Julcsi reggel 9-kor odajött hozzám, hogy ugye ma fogunk simszezni. Mondom, jön a családod, baba. De hogy majd utána? Úgyhogy én ügyesen végigvittem a story módját a Hearthstone-nak, streamen kívül, mert Burna vagyok. Úgyhogy streamen kívül végigvittem, és aztán utána úgy döntöttünk, hogy simszezünk egy kicsit. Mondom máshogy, Gyurcsi úgy döntött, hogy simszezünk egy kicsit. Ugye? Igen. Kicsit olyan Stockholm-szindrómásnak tűnsz most itt. Igen, épp hogy csak egy mai újsággal nem állsz itt, hogy én kényszerítettelek közben erre. Közben eszembe jutott, hogy még sosem szóltam az én oldalaimon a követőimnek, hogy egyébként simszezek is az interneten, és hirtelen elkezdtem rosszul érezni magam emiatt, úgyhogy most próbálom kirakni Instagramra gyorsan. Én meg semmit nem rakok ki Instagramra, mert egész egyszerűen kicsit majd holnapon behagyjuk. Igen, ez tegnap, hogy is mondjam, megcsúszott egy kicsit. Egy icipicit. De mondjuk ráadásul ma még csak nem is kell figyelni arra, hogy holnap mi van. Majd legfeljebb főzünk egy kávét, vagy valami. Nem, az a baj, hogy nekem ugye holnap kell kiraknom a videómat, és ma vágtam egy fél napig, tegnap vágtam egy fél napig, és azt hittem, hogy fogok végezni, de egyszerűen nem, úgyhogy most itt feladtam, és nem megy tovább. Úgyhogy holnap is kell, még be kell fejeznem, úgyhogy muszáj ezt holnap vágnom, de azon kívül meg... Hát, hogy teljesen őszinte legyek, én nagyon nagyot mentem pénteken, úgyhogy easy peasy van a hétvégén, mert megvágtam a videót, és most már fel is töltöttem. Patreon, mindjárt kirakom Patreonra is. És ha akarsz lenni, akkor rendelj időben. Nem, ma főztünk, úgyhogy easy peasy. Úgyhogy nekem már csak ilyen apróságaim vannak, mint hogy meg kell csinálnom a panel grafikákat, mert azt a hétvégén meg kell csinálnom, hogy hétfőn már úgy induljunk neki mindennek, hogy parádés, mert ez már zavar ideje, meg imótokat kellene gyártanom. De azt majd meglátjuk, hogy az hogyan jön össze. Úgyhogy lehetséges, hogy nyilván nem miattam vagytok itt feltétlenül most, gondolom én. Úgyhogy lehet, hogy elmegyek közben zuhanyozni, meg itt közben mókolgatok, meg grafikákat gyártok. Szia Patrik, szia Tacsi, szia Memoru, Dani, jaj de drágák vagytok, Lili, Tevinyó, Gyula, Retez, Kultiman, Skullhead, szia! Jaj drágáim, nagy-nagy szeretettel üdvözlöm a mindenkit. Remélem, hogy jól telik a hétvége. Hogy telik a hétvége? Meséljetek. A miénk az így, ahogy látjátok. Hát most. Igen, most már igen. Jó, hát tevékeny volt a nap. 40 fokos lázzal? Ú, te is bekaptad ezt a vírust? Az unokaöcsém átaludt 2 napot, azt mondta a bátyám. Végtoltad a Force Unleashed 1-2-t. Én akkor játszottam vele, amikor megjelent, de úgy nem kapott el, úgyhogy arra gondoltam, hogy vissza kéne menni. Hogy jöjjek ki a büntiből? Hát Polis, nem vagy te büntiben. Büntiben vagy? Nem vagy te büntiben. Nem vagy büntiben. Legalábbis nem tudok róla. De lehet, hogy már neked is csinálunk egy bünti szobát Discordon. Éjszaka és műszak utáni alvási reggeli háztartásbeli dolgok, meg most chill. Jól csinálod, Skull. Szia Dekanor! Szia Dani! Milyen kedves. Legfantasztikusabb pár ever. Ezt csak azért mondják, mert nem látnak streamen kívül minket. Ja, hogy kéri vissza a kardját. Ja, persze. Hát persze, hogy elvettem, mert visszajöttél velem. De kapsz még egy esélyt. Jaj. Mit csinálsz, Dávid? Nem tudom, mit csinálsz, Dávid. Nem, de nem nagyon ügyesen, az egészen biztos. Ti mentek a tévén, Viktor a telón.
Nekünk nagyobb hely kell. Mit játszik Viktor? Simszezik ő is? Nem tudom, hogy a fasztásítozok. Raftol. Raft. Üzenem neki, hogy egy igazi raftós gyerek. Raftós. Fáradt. Mitől fáradt? Nem tudom, hogy mi a fasztól vagyok fáradt. Enoli, szia! Na, kiraktam a sztorit mostantól, nem tipóban. Ennyi idő volt kirakni egy sztorit? Igen. Nem, csoda, hogy nem foglalkozom a kurva Instagrammal. Mert linkelni meg, linkelni meg dolgok. Ennél tudsz te jobbakat is. A Patex, nem vagyok ebben teljesen biztos. Főleg, hogyha megkérdezed őt itt. Ma mondtam két olyat, ami még nekem is fájt, pedig... Nem emlékszem rá. Kifejezetten szeretem. Azért, ez a házasságunk titka egyébként, kizáltam. Hogy ezeket kizárod és elfelejted. Nyomd meg azt, amelyiken a kamera van. Azt. Oh yeah! Semmi nem történt a házzal, úgy csináltuk, hogy minden streamben menjen. Eli még mindig egy kataton fogyatékos. Ékes. De hát... Na jó, menjünk, nézzük meg mi a helyzet. Én alszom éppen. És... Nem hát... fogom megvárni. De Paliz, ebben nem vagyok teljesen biztos, nem vagy meg. Szerintem keresünk még egy kis pénzt. Dani, te mit csináltál ma? És mellékesen adjál nekem is. Júj! Komolyan nem játszhatok tovább? Kiküldesz pisilni. Jó, szabad. Ma még nem indítottam el az Apexet. Látod, lehetséges, hogy ez jó hatással van rád. Ilyen chill játékokat kell játszani. Bár azt megmondom, hogy majd kicsit kihozott a béketűrésből a Hearthstone. Nagyon-nagyon igazságtalan volt a fő ellenség mind a két oldalon, de... Legyűrtem. Nem vagyok rá büszke, hogy mennyi idő alatt, de legyűrtem. Baba, mi a terv mára? Mit akarunk csinálni? Mondom, hogy akarunk még egy kis pénzt keresni, és utána... te most olvasol? Miért? Nem kell elraknod. Menj el aludni. Vagy de te kattintottál rá, hogy rakjál el. Nem, én csak arrébb raktam, és most lerakta a földre. Fölraktam az asztalra, és lerakta a földre. Jó, akkor így áll egy kávét. De én aludnék. No energy. Ő mondta, hogy kávézni akar. De nem akar kávézni. Hát de nézd meg. Ne kávézzon már, az Isten állja meg. Mennyi az idő? De most miért nem kávézni? Hajnali 3 van, baba. Hát jó, de 3 napig nem dolgozol. És a kutya meg elaludt a WC mellett. Igen. Ez a mi kis kutyánk. Ez itt a kis kutyánk. Hogy Polisz igazi rendőr? Hála az égnek, nem. Mi van, sétálni akarsz? Nem tudom, csak ugat. De ilyen kis lábnyomok voltak. Most ilyen energized vagyok? Várjál. Akkor play game. Most beszél veled. Most hagyom, hogy csinálja, amit... Jó, te csináltál couch potatót a kutyából. Jó, de azért ez túlzás. Jó, csirke. What's wrong? Vincek, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Julcsinak előre is nagyon boldog névnapot kívánok. Ez nagyon kedves így 3 hónapra előre, köszönöm szépen. De engem kurvára megijesztettél egyébként. Ez számít. Május végén van a névnapom. Igen. De nagyon kedves vagy. Tavaly elfelejtettem például. Tavaly előtt felejtettem. Jaj, nem figyeltem, miközben megkérdeztem, hogy mi a baj. Jó, Gemini! Esik az eső, és félsz tőle? Életem. iPad. De esik az eső? Ellie's looking sad. A hug or a treat might cheer him up. Him? Valamit elcsesztünk. Did it have a penis? Nem. Ez nem him. Valamit elcsesztünk. Tehát, hogy ott balfaszkodtam 1,5 órát a kutyával, és aztán az egyetlen dolog, amitől elfelejtettem megszabadítani, az egy pénisz? Igen. Ha. Ups. No, mi történt a kezemmel? Nem tudom.
Relax and Unwind, az energiád is fog... Nem tudom, de hajnali fél öt van. Hova borul még fel a, azért, a bioritmusom? Ez mindig így van a szívben. Vince, köszi szépen a csirt, semmi baj, semmi baj. Én se tudnám megmondani, hogy mikor van a névnapja. Nem nagyon ünneplünk névnapokat, nyilván megemlékezünk róla kedvesen, igen. De hogy nem nagyon, nem tulajdonítunk neki különösebb fontosságot. Mi történik? Baba, büdös vagyok és fáradt. Miért a kutyát pesztrálom? Ne, de ne, akkor fogjad meg az egeret, azt csináljad. Azért, mert Eli magányos volt és mondta, hogy szeretetre van szüksége. Jó, lezuhany, most lefekszem aludni. Tudsz speedy showert csinálni. Egy speedy shower, és aztán utána... De most ki kell x-elned ott Elit, mert addig fogja még csinálni. Én mit csinálok? Nem tudom. Az neked teljesen mindegy, hogy én mit csinálok? Majdnem. És hogy vagyok? Majdnem. Semmi bajod nincsen, büdös vagy. Menj el zuhanyozni. Miért, mit szeretnél? Egy jó steamy shower? Uh-huh. Thoughtful shower szeretnék. Miért? Gondolkodósat. Eli meg sétálni szeretne. Gondolkodós. Akkor azt hittem, hogy zuhanyozom, ilyen... és aztán próbáljuk meg elvinni Elit sétálni, mert arra gondol, hogy séta. Jó, de most ne zuhanyozzál, anya, odahúgyozott basszúból. Nem húgyozott oda, azt te vizeltél oda. Ja, de én már alszom, úgyhogy utána mop, és aztán... Calm down, Eli. És a calm down után pedig... Azt se tudod, hol van a séta, mi? De megtalálom. Mi az, hogy azt se tudom, hogy hol van. Ne nézzetek most ide. Nem tudok itt rákattintani. Eli! Várj egy kicsit. Apa, apa. Alszik. És egyre jobban van. Te? Jó, most már elég tiszta vagy. Félbe szakítottad az zuhanyzásomat? Félbe szakítottam. Láttam, hogy nagyon jól vagy, csak elég volt. Jó, felmosod ügyesen, és aztán actions. Nem. Nem. More choices. Petker. Train. Még egyet sóhajtasz, Julia, azt mondom neki, hogy hogy legyél vele kellemetlen, mint amilyen velem vagy most. Hagyja, bagyja! Toljad be Eli ügyesen. Jól van. Te most mit csinálsz? Vidd el a kutyát sétálni valahogy. Hát te vidd el a kutyát sétálni. Én? Hát légy szíves, kattints rá a megfelelő dolgokra. Vagy volt be, hogy nem tudod hol van, és hagyd, hogy megtegyem én. Nem, biztos, hogy megtalálom. Vagy csináljam azt, amit te szoktál? Nagyon jó. Hogy kell? Kuka van a háttérben, nem majd? Nem. Rakok rá ezért. Oh yeah. Oh yeah. Démon kutya. Ne! Mit csinálsz? Te nem tudod ezt a játékot, hogy kell játszani. Te adtad a kezembe, Júlia, hát én most mit csinálja? Ja, akkor nem ide, hanem... Itt akar... Biztos megtalálom valahogy. Jó, csak közben én meg éhen halok. De... És a kutyád meg szomorú, bánatos. Sétálni akar egy órával vele, ezelőtt. Én játszottam vele egy csomót. Minden rendben van. De most is ott van a What's Wrong, valami baja van. Sétálni szeretne. Most először akar sétálni, és most nem visszük. Nem tudom, hogy kell. Akkor megmutathatom? Tőlem megmutathatod, te raktad a kezembe ezt a dolgot. Long walk. Medium walk. Próbáljuk meg. És menni fog.
Nem fog menni. Jaj, Elikam. Csinálok Elikamot. Elmennek sétálni! Lehet, hogy short walkot nem akart. De azt már próbáltam mást is. Nem lehet, hogy eddig nem kedvelt annyira. Csodálkozom. Jaj, de jó! Látjátok, sétálunk! Jaj, de jó! Mit jelent a médium séta? Nem tudom. Majd kiderül. Nézzél körbe. Ül! Ül! Eli, ül! Pixeli, ül! Ha ez a médium séta, hogy elsétáltál a terked határáig és visszamész. Akkor mi lehet a long séta? Mi lehet a short? Lehet, hogy a short az volt, hogy kilépsz az ajtón. Lehet. És akkor sikerült eddig is? Csinálok Elikamot. Jó. Tudjátok, mit nem tudok, bár valószínűleg sejtem. Évszakok vannak itt? Vannak, mert volt karácsony is, még a korai szimszekben is. Igen, de nem az aktuális. Nem. Na jó. Addig itthon szanaszét vannak a könyvek mindenhol. Engem szerintem most már felébreszthetsz. Játszanom kéne. Itt van egy ilyen kis park. Jaj, de jó! Jaj, de király! Mi van? Apá, bocs, srácok, belementünk a fába. Elnézést kérek. Itt nem tudok csinálni semmit. Meg tudom nézni a fát. Nézzük meg a fát. Ó, nem akarok horgászni. Megkapjuk a lányt. Szia, anya, megjöttem. Szevasz. Nagyon fáradt vagyok, úgyhogy lefekszem aludni. Jó. Ide. Mi? Dig. Itt mi ez? Mi ez? Itt lehet kincset keresni? Most neki ez kincset keresni? Lehet. Úgy látszik. Nem tudom. Júlia, elszokjuk a kutya, nagyon el leszek keseredve. Nem állok neki most kincset keresni. Mert sétálunk. Na jó, akkor sétáljatok, ameddig gondoljátok. Szóval lassan kéne egy kis upgrade-et csinálni itt az otthonunkban. Hát most már bőven kellene. De még egy kis pénzt még keresünk. Ha hát sokáig nézem a fát, észrevettek majd valami különlegeset? Aha, jó. Lehet, hogy majd visszamegyek, de most annyira örülök, hogy Elivel sétál, hogy most ezt nem akarom. Most ezt nem akarom félbeszakítani. Jaj, te meg közben éhen fogsz halni. Mindjárt. Úgyhogy mit szólsz egy kis grillezéshez így? Reggel. Aha. Reggel azonnal grillezzel? De inspired vagy. Mit szeretnél grillezni? Tofu dog, veggie burger, grilled chicken, hamburger, hot dog. Hamburger. Remélem életben maradsz, mert nagyon-nagyon éhes vagy. Remélem, hogy meg. De az még csak narancsárga, baba. Ez piros. Nézd már meg. Az ott narancsárga. Ó, de mindjárt megvan a következő skilled. De jó. Bizony. Ja, semmit csinálom. Most már merre megyünk már? Apple tree. Ez valakinek a kis kertje? De jó! A... Ötös cooking levelön vagy. Szervusztok mindenkinek, szervusztok! Én közben esetleg fészkomot fel lehet rakni a bal sorokba, mindent is át akar lent. Persze, ja. Átrendezek egy kicsit. Ja. Mit szólsz? Bemegyünk. Menjél haza, Júlia, mert főzött neked az urad. Hát, de hamburgert, úgyhogy...
Azt tudod, hogyha megpróbálsz halkan rágni, akkor rágsz a leghangosabban, ugye? Nem. Aha. Rágjál úgy, mint egy ember. Jó. Eli háttal alszik most nektek, sajnálom. A ez, meg ez kell, és ezt elrakom ide. Ez milyen? Milyen ez? Tökéletes. Nagyon jó. Akkor így marad. Na menjünk vissza, mert én enni akarok. Shit. Te menjél egy kicsit lejjebb. Oda. És... van még... mondjuk az is ott is el fog takarni dolgokat. De rakjuk azt is inkább fölülre. Mert ott vannak fontos dolgok, tudod. De fölülre hogy rakom? Hát fölülre így tudom rakni. Hogy ide a kamera mellé. Vagy ide a kamera alá. Nem tudom. Középen van valami? Van. Talul végig. Jó, hát most Eli fontosabb, mint a játék. Jó. Meg csak egy picit takar ki. És akkor nem rakom ide a másikat, és akkor rendben vagyunk. Na! Picit ja, ott kitakar, de szerintem rendben. Aha, bementem építésbe. Hogy addig lepauzsálja a játékot. Aztán megyünk haza. Jó, ez azért ez a közepes séta, nem volt ez olyan kicsi. Hoppá. Mondjuk magunk mögé is be tudnánk rakni egyébként egy green-t. És akkor elit meg kicsibe. Miért nem jutott ez még eszembe? Hova tudunk travel-ölni? Hát Mortimerhez, aki egész biztos, nem, hogy egy tömeggyilkos. Azt beszéltük, hogy megcsináljuk Viktort és beköltöztetjük a szomszédba. De hova? Most, ja, hogy majd elindulunk és akkor megnézzük, hogy mit szólsz, ha megnézzük, vagy mi van. Csak előbb. Mit nézünk meg? Hát, hogy mit lehet itt csinálni. Ja, hogy így a városban mit lehet csinálni? Mm-hmm. Nézzük. De akkor hogy fogunk játszani a lámpával? Tényleg. Hozzá. Tényleg. Szia, Fejcsi! Illetve Somogyi. Na. Digital Deluxe Edition, lehet abban benne vannak a kiegek. Nincsenek benne, nekem van Origin Access-em, és abban két kieg van benne összesen. Tényleg be fogsz pisélni, hanem szólok, hogy menjél. Hú, ez necces szituáció volt. Na, akkor megyünk valahova, mit szóltok? Hova? Nem tudom. Azt nem kell megmondani neki? Hát majd akkor, szerintem akkor kell választani. Azt hittem már, hogy Jézus streamel. Béke vele egy gyermekem. Ez mi, ez egy pláza? Nem, ezek házak mind. Ja, ez van egy... egy restaurant. Azt is lehet állítani, hogy mennyire legyenek önállóak. Jaj, no. Most ilyen... most ezt rányomtam? Nem, még rá kell nyomni a kis kocsira. Most elviszem múzeumba, és ezért kell abba hagynom a játékot, nagyon el leszek keserre. Blue Velvet Nightclub. Szerintem ne vigyük el itt Nightclubba. De hát akkor... akkor menjünk be a természetbe, a parkba, nem? Középen. Ja. Autóval odáig. Why? Az ihétel más nem várhatunk sajnos. Aztán most ki tudja mi lesz, mert ha láttátok, vagy játszottatok a Jedi Fallen Order-rel, egy nulla mikrotranszakcióval 8 milliós, 10 milliós eladás. Úgyhogy lehetséges, hogy még a végén
a mikrotranszakciók azok benne maradnak az ilyen focis, meg minden sportjátékban, és hagyják a single player játékokat is érvényesülni. Leültem sakkozni valahova, és te mit csinálsz? Pisilsz? Nem tudom. Igen. De futottál, úgyhogy nagyon kellett már. És elé meg addig? Hol van Eli? Ja, ott van. Itt is lehet grillezni. Eli ott van. Ha esetleg nem lenne otthon, grillünk. Igen. Eli el van. Keres engem. Mint ahogy az lenni szokott. Flirty casual discussion? Az te vagy? Nem, szerint... De... Nem tudom. De én miért futok? Ne fuss el, Dávid, ez karakteridegen. Te flörtölsz, látod? Te flörtölsz. A... Charlie-val. Miért flörtölsz? Nagyon sajnálom, hogy így kell megtudnod. Semmi gond. Én meg beszélgetek valakivel, aki próbálna sakkozni. Szavasz, Kylo! Mit lehet itt csinálni, srácok? Mi van benne a Premier Access-ben? Ja, a Fallen Order, benne van. Benne van. Én azért fizettem el. Love is love. Így van. Kitty után Az durva, hogy ez a Kitty, ez még mindig nagyon vicces, pedig már nem is emlékszem teljesen a kontextusra. Elhagyott a Charlie? Nem. Nem voltál elég érdekes. That wasn't. It was just a fling. Jó, itt van ilyen víz. Ide lehet jönni, és akkor... I am very happy now. Yes, you are happy. You are picking up Eli. Eli szart gyűjtök? Ja, és együtt vagyunk. Jaj, de romcsi. Játszunk. Oh. Ask to go potty. Most én veszem fel. Srácok, ha kivisztek a parkban egy kutyát, akkor nem az van, hogy felveszitek állandóan. Hoztunk labdát? Nem tudom, hoztál labdát? Nem. De nem én voltam, nem én irányítom a világot. De ezt otthon is tudjuk csinálni. Nem zavar egyáltalán, meg shit, csak mondom. Ja, hogy azért volt flirty, mert az NPC-nek volt flirty módja, nem azért, mert én felvállaltam volna végre a dolgot. Yes. És most így jelezvén, hogy nem, ő nem, így. Mi az, hogy jaj? Aha. Ja, azt hittem hozzám jön. Connamari. Nem, most mi most beszélgetünk. És nem hagyom a létre szaladgálni. Jaj, ő szomorú. Ő szomorú. Hé. És? Maria, ezt te mondjad nekem, hogy mennyire szerelmes vagy belém. Először egy komplimentet, és aztán... Teljesen igaza van. Most miért komplimentelném a húgomat? De most ennél hogy... A békákról mondasz nekem egy inside joke-ot. És aztán a békákat elütöttek a rendőrautók. Baba, kattanjál már le rólam, az Isten áldjon meg. Hadd élvezzem a szabadságot. Most tényleg azért vagyok itt, hogy simogassam a lelkedet, miközben te nem tudod lerakni a kutyádat. Egész más, hogy tekintünk erre a játékra. Igen, te nem vagy benne konstruktív. Én építkezni akarok. Hát jó, de kell nekik az is, hogy érted, amióta játszottunk, nem beszéltünk senkivel még. És nem voltunk sehol. De most kijöttünk ide másokkal, magunk egymással beszélgetni. Hát igen, mert először karrier, aztán építkezés. Nem az, hogy először, az első 40 évében az életednek? De mi az, hogy 40 év? Hát alig pár... De ezek gyorsabban öregednek. Dehogy. Most mit csinálsz? Nézd meg, mit csinálsz. Sakkozom. Jaj, leültél sakkozni. Jó, a tinivel, aki nagyon a szomorú fiúval? Nagyon szomorú ez a fiú. És aludni akar. Hát azért, mert leszopadtam nagyon csúnyán sakban.
ott akkor menjünk haza. De most ennyi volt, hát én még... Nyomjad! Akkor csinálj valamit. Nézd meg, sakkozom. Szívesen. Akkor te meg... Ellie-vel csináljunk valamit. Igen. Miért vetted föl egyáltalán? Mert szeretem azért. Mindenki sakkozik. Play. Ne sakkozzál, nem tudsz. Te mit csinálsz? Felállítottalak a saktól, hogy játsszál Ellie-vel. Ja, hogy én mit csinálok? Telefonon játszol. Kijöttünk a parkból, hogy játsz a telefonon. Igen. Én sétálnék egyet. Ide felmehetek én? Ne. Az előbb azt mondta, hogy nem. Ja, hogy ha vannak rajta gyerekek, akkor lehet. Igen. Mert az előbb nem volt ott senki, és azt hittem, hogy csak akkor, tehát hogy csak gyerekkel játszott rajta, de látszik, hogy ha más gyerek van. Simonster vagyok. Oh, Kanna Mari látta, hogy milyen jó fej vagyok. És elsétált. Várjál. Funny introduction. That's all I have. Funny introduction is all I have. You're like, you're dumb. Te mit csinálsz? Hol vagy? Hol vagy, Julia? Nem tudom. Te elvileg játszom elé, de ha rám kattintasz, akkor megtalálsz. Leültem egyedül sakkozni. Hol a kutyám? Miért sötét a kutyának a izéje, aurája? Meghalt. De nem tudom, hol van? Hívd ide, nyomj rá a vizére. Most meg egyedül sakkozom. Szimultán sakkozom? Ó, oh, ott van. Játsszál vele. Hát, jó. Szeretnék. Tréning is jó. Tréneld. Roll over. Még ülni se tud. Jó, először akkor tanítsuk meg leülni. Azt már tanítgattam vele, de... Szakadás bácsi, próbál játszani a gyerekekkel a parkban. FBI, open up! Előbb egy fiú, most egy kisgyerek. Nem, semmi, nem. Én egy jó vagyok. Az mit jelent ott jobb alul? Nézd meg, ami ott világít. Ez? Uh-huh. Owned businesses. Buy a vet clinic, buy a restaurant. No, thank you. Ne vásárolj éttermet, légy szíves, nincs pénzünk. Nem tudom, hogy kell kilépni belőle. Hopp. Buying a restaurant with foam with. De király, és akkor ott vagy, és akkor te csinálod meg, és abból így jön a pénz. Ja, igen, hogy... hogy hol akarok? Hát Willow Creekben akarok. Azok nem, hát csak ott lehet, egyféle étterem van ott. Sims can only purchase unowned businesses. A sárgát nézni. On unoccupied. A sárga az lehet ott fönn, jobb felül. Aha, de hát ide már építettünk. De nem, az egy rezidentál, úgyhogy nem lehet. Akkor csak az étteremnél lehet, vagy ott sem? Nem, akkor itt lehet, hogy nincs olyan. Nem most... meg tudsz venni. Mit csinálunk? Lehet, hogy egy kis éttermet tudnék ide venni. Hogy tudnál venni? Hát nincs csak 14 ezer, de lehet izélni. Mi izélni? Izélni. Nem, menjél vissza, légy szíves. Vegyünk egy normális tévét, meg egy... nem tudom. De baba, hidd el, hogy... Hidd el, hogy megéri. Megéri. Tehát, hogy én már vagyok olyan szakács. Mi az? Nem vagyok benne biztos, ne haragudj. Ellie reached pet training level 2. Még mindig mosogatsz, édesem. Igaz, hogy kéterer vagy, de még nem hiszem, hogy... Nem mosogatok most már. Nézd meg, hogy mit csinál. Egyáltalán nem mosogatok most már. Jó? Master Chef! Ez nem az.
Mixologist vagy most. Egy mixologist vagyok, haver, úgyhogy... Szerintem a mixologistnak még nincs saját étterme. Azt szeretném, hogyha megadnád a kellő tiszteletet a mixológusnak. Minden ógus okos, meg jól miért, keres. Miért vitted oda az emberedet? Akarok a kutyával játszani. Játszani. Feel the love. De akkor megint csak felveszed el. De hát, hogy filelje a love-t, aztán utána majd elengedem. Csináljátok egy kis kölyköt, és a babaváróból tudtok kajáldát venni. Micsoda? Komolyan? De egyetlen barátunk sincs. Tehát, hogy kit hívunk ez meg? Ez egy barátkozni kéne. Viktort? Nem akarok veled játszani. Nem akarsz veled játszani? Roll over. Na jó, aztán haza mehetünk. Igen? Hát most mit csinálunk itt? Nem tudom. Nem nagyon lehet semmit. Most már mindenki megy haza egyébként. Még ezt megtanítom neki ügyesen. Nem tud. Ezt ugye ez pontosan Eli. Tehát, hogyha el akarjátok képzelni Eli. Nézd meg, de ő már csinálja. Jó, akkor nem Eli. Addig volt Eli, amíg csak lefeküdt és nézett bambán. Az egy nagyon furcsa világ lenne, hogyha a babaváróból tudnál venni egy éttermet, mert egy gyerekre nincs, nem kell pénz. Szerintem vannak olyan... kultúrák. Nem? Nem hiszem. Jó, hát lehetséges, hogy csak egy ezért, egy futrakod, de... Na menjünk haza, mit szólsz? Miért te elreacheltél a pet traininget, amikor... Mert az előbb még, az előbb volt. Csap, 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 csap. Felgyorsítom az időt, gyorsan megtanítom. Ó, várjál. Belőle lesz pénzünk, baba. Szelfizeti nilányból? Aha. Iszonyatosan ki vannak tömve a szülei. Hogy csak egy influencer? Azt honnan tudod? Vagy csak így mondtad? Ha! Jeffy! Ha! Baby! Én meg közben Elinek mondom, hogy látod, ez az apád. Na, szimpatikus vagyok neki. Share right, get to know. Rám gondol már most. Eli meg közben ugat neked. Ez valósághű. Na jó, van, menjünk haza a csába. Valamint problémád van amúgy is. Megnézed, hogy milyen szükségleteid vannak? És most tényleg elmész egyedül? Te nem tudsz, te nekiálltál grillezni, Júlia, úgyhogy nem nagyon tudok ezzel mit csinálni. Nézd már meg a szükségleteinket időnként. Hunger és energy. Én hazamentem. Care for self. Úgyhogy te itt intézd a dolgokat. Hívd oda magadhoz Elit. Csinált egy selfie-t a telefonjával, mi más lenne? Babaváró 10 millió szabadon felhasználható itt, amit a fiatal házaspárok kapnak. Milyen mennyiséget csináltam, azt nézd meg. Hát ők még milyen mennyiségű gyereket? Na jó, akkor meg. Ha mindenki csinál még egy magyar, akkor lényegesen több magyar lesz. És beszélgetek a kutyával közben. Ahelyett, hogy ennél? Nem, eszem is. Egyéj asszony. És ezt most oda tudom adni valakinek? Putin inventory. Csomagold el. És aztán menjél haza te is. Én mit csinálok otthon? Biztos, hogy játszom. Ha most nem viszed magaddal a kutyát, ez most halál komoly? Most ott hagytam a kutyát a parkban? Hát, elég nagy parasztság lenne, Júlia. Ott hagytad? Jó, nem. Ja. Mi? Milyen? Mi? Mi? What? Mi? Előléptettek, nem? A parkban? Aha. Ez furcsa lenne. Mi van, Elikém? Jól vagy? Éhes vagy? Hát persze, hogy éhes. Nem adtál neki a virsliből.
Apa ad neked enni. Nem lehet apát békén hagyni egy kicsit? Semmi bajod nincs az égvilágon. Én meg hullafáradt és azt akarod, vagyok. Hogy legyen? Azzal, hogy kaját adsz a kutyának? Most simán megethetetted volna az zuhany előtt. Eli poci? Megfordult el szerelme. Jó van. Azt a párnát vedd ki onnan szerintem, mert az belebúg feleslegesen. De azt tartja a segét. Bocsánat. Anyád mondta. Én nem akartam kivenni. Te mit csinálsz itt kin? Én nem akartam kivenni. Játsszál valamit. Anyu. Hurka! Hurka kolbász! Jó, de nagyon fáradt vagyok. Ebből nem lesz fuhú. Ebből nem lesz fuhú most. Nem, mert... mivel játszom? Refugee. Helyes. Azzal kell folyamatosan, minden szabad időmet azzal kell töltenem, Júlia. Két nap múlva? Ó, én dolgozom holnap. Oh yeah, have fun. És hozzad haza a pénzt, mert 3800 dollárral állunk egy hete. Írnom kell. Ajajaj, ajajaj. Mi az? Beteg nagyon a kutya? Nagyon koszos a kutyád. Igen? Nézd már meg. Fúha. Hát milyen színe van? Ajajajajaj. Hoppá. Így ne feküdjön bele az ágyába, azt mondod? Na, na. Amúgy ügyes a kutya, hogy ki tudja nyitni az ajtót. Na, állj meg. Tudom, hogy nem szeretsz fürdeni, de... Hol van? Mit keresne a friendlybe? Itt tudunk neki adni? Nem. Mutasd. De ott már egyszer mutatta, vagy akkor ehhez kell egy kád mindenképp? Szerintem ahol... Vagy akkor kérdezd meg, hogy mi a baj, és akkor majd talán elmondja, és akkor... Bár elég egyértelmű, hogy mi a baj. Kicsit koszos, kád kell hozzá. Kád kell hozzá? Akkor veszünk egy kádat. Veszünk egy kádat. Amúgy is mondták a múltkor a srácok, hogy zuhanyzós kádat vegyünk. Van olyan, hogy zuhanyzós kád? Uh-huh. Zsír. De nem a székek között. Ez a zuhanyzós kád. Az mennyi? Az a másik, az nagyon drága? Melyik ez? Nem. A másik zuhanyzós kád. Ez? Uh-huh. Oké, okay, jó lesz ez. Csak valami... Neutrálisabb, mindegyik ilyen mintás. Mindegyik mintás, de... Ez nem a rossz. Jó. Milyen a fekete? Ez fekete? No. Ez. Jó lesz. Ez is elég drága mondjuk, mit ne mondjak. Meg még csúnya is, nem baj. Egy ölelés kell neki. Hol írják? Hol írja? Fent? Jobb felső sarokban írja, amikor megkérdezzük? Jó. Először become companions. Először menj el pisilni. Jó, mert be fogsz pisilni. Most inkább behugyozok, de ezt befejezem. Hát de nézd már meg, hogy milyen rosszul vagy. És a kutyád is rosszul van. Baba, a játékért hozni kell sajnos... Jó, menj el pisilni. Bepisiltél? Lehet. De nem hagyja, hogy cancel-öljem. De nagyon fókusz lettem ettől. Menj el húgyozni. Nézd meg, hogy mi a baja, mert szerintem nagyon fáradt is.
És most már nem tudod megfürdetni. Édesem, ott jobb alul, nézd. Aha. Fáradt vagyok, ennyi. Jó, hát így nem fogod most már tudni megfürdetni a kutyát. Miért vagy mesztelen? Így derül... Mit csinálsz? Megfürdetem a kutyát. El fogsz ájulni. Bele fogsz ájulni a vízbe. Dehogy fogok. Nézd meg, mennyi idő még, mire az lemegy, baba. Nézd meg. Mitől lettél éhes tőlünk? Most nem is eszünk. Látod? Ennyi. Kész van. Vuhú, Júlia, de hogy vuhú, sleep. És meg is könyvet olvasol. Nem, lerakod a földre. Miért rakod a földre a könyveket? Because... Ó, tetszett, hogy mesztelen voltál, láttad? Hát, még szép. Akkor Elit öleljük majd meg, mert az előbb azért volt szomorú most, hogy átsétáltam rajta. Jó, gyorsan pisilje csak, és aztán... Pet, az jó. Lecture about waking up. Pet. De baba, de most RP-zzük ezt, vagy nem? Annak mi köze van ahhoz? Nem értelek. Jól van, kutya. Mi bajod van? What's wrong? Írják jobb felül. Most nézzük, hogy mit ír. Hol? Hol írja jobb felül? Vagy a kutyára rámész, ott a fejére? Nem ott? Nem. De nem írta. Ott, Ellie looks need enough attention. De most voltunk vele sétálni, meg ölelgetni, meg minden. Játsszál vele egy kicsit. De ölel nem azt akarja, hanem cuddles-t akar. Nem, hát figyelmet akar. Nem, az volt oda írva, hogy cuddles-t akar. Cuddle-öljed. Mennyi baj van ezzel a kutyával? Igen, felvettem egy pulcsit felőre, de egyébként mesztelen vagyok itt is. De hát, most miért öltözzek fel? Itthon vagyok. Pff. Viszont el fogok menni zuhanyozni. Igen. Minden baja van a kutyádnak. Mármint Pixelinek, az igazi az... Ennél jobban nem lehetne. Fogok majd enni a munkahelyen, nem? Az nem nagy baj, ha éhesen megyek dolgozni. Nem hiszem. Meg te később is jársz, nem? Nem, mi most fogok menni mindjárt. Én meg még 2 napig itthon vagyok? Egy ideig még, igen. Akkor viszont legyél kedves esportolót csinálni belőlem, amíg zuhanyzom. Miért nem veszed fel Mortimernek? Lehet, hogy csak barátkozni akar. Mert nem érek rá, megyek dolgozni. De baba, muszáj a babaváróra rengeteg pénzt összeszedni. Milyen babaváróra? Hát majd csinálunk olyat, nem? Menjél dolgozni, anyjuk. Futás. Mi ez a ruha? És miért vagyok ennyire dagi? Nem vagy dagi. Egyáltalán. Sőt. Micsoda? Szia, Dani! Jó bulizást! She has earned... Miért? Miért? Ez mi? Ez mi? Ez mit jelent? Hát azt jelenti, hogy elmentél dolgozni, de nem kerestél egy vasat sem. Nem, hogy elmentem, már itthon is vagyok, és nem kerestem pénzt. De miért nem? Nem tudom. Most ez tényleg ennyit kiírnak ide? És akkor ezzel most mit csináljak? De nem is dolgozom ma. De csütörtök van. De most mutatta, ja? Ez mit jelent? Ismét robog a Sims vonat, így van. Mi mit jelent? Hát ami most történt. Hát elmentél dolgozni, de nem kerestél pénzt. Úgyhogy mossál fel. El tudom olvasni, azt nem értem, hogy miért. Hát ezt én honnan tudjam. Gondoltam, hogy te nem tudod, de valaki csak tudja, hogy ez mit jelent. Valószínűleg egy bug. Én megmondom őszintén, hogy elvárom, hogy 5-6 évvel a megjelenés után, mert ne legyen bug egy játékban. Sőt, azt is elvárom, hogy megjelenéskor ne legyen bug a játékban. You're no fun. Most miért vagyok kényelmetlen, amikor kitakarítottam a lakást? Azért, mert még mindig van kosz.
kint az erkélyen volt egy szar. Azt már elraktam. Istenem, és most még áramlott a számítógép is. Ha a postaládára kattint, azt lehet publikálni a könyveket. Igen? Köszi totál, király vagy. Te baba lehet, hogy a szerelőként jobb tönkretetted a gépemet. Uh-huh. Miért? Te még egy ideig nem dolgozol. Mit szólsz, ha főzöl valami finomat? Ó, ezt ki kéne. Miért ne játszhatnék? Mert éhes vagy azért. Ó, nincs kint kukánk. Az probléma. Az probléma. Mert kell? Hát különben nem tudjuk kivinni a szemetet. De hogy az hol van, azt nem tudom. Hát szerintem ez, tehát, hogy erre nem kell gondolni, nem? Most kiírta ki a kuka. Oh, Dorina azt írja, hogy megcsaphat az áram és belehalhatsz a javításba. Ez jó. Szétadom. Mármint nem az, hogy meghalsz, hanem hogy ilyen részletekre is figyeltek. De melyik a kint? Hol van kinti kuka? Ez kinti kuka? Ez. De erre is azt írja. Outdoor. Jó. Nekem az is jó. Berakod a fa alá. Hát oda vére. És mit csináljak? Na gyerekek, itt vagyom veletek a feleségem. Viselkedjetek jól. Lezonylom, most jövök. Te is viselkedj jól. Oké. Okay. Figyelek titeket. Kuka gourmet meal. Garlic noodles. Tökéletes. És milyen boldogan kelsz. És olyan fel fogsz öltözni? Mesztelenül fogsz főzni, csak mondom. Oh yeah! Na, nem csapott meg az áram, úgyhogy minden rendben van. Viszont clean out spoiled food. Mert az most engem zavar, és aztán kicsit tornázunk. Tessék, nézhetitek, ahogy Dávid mesztelenül főz. Ez a festmény nem életem munkája, azt hiszem. Úgy látom, nem akarok nagyon mozogni. Pedig jó lenne. Próbáljuk meg még egyszer. Ja nem, inkább füttyögök Dávidra, ahogy főz mesztelenül. Te engem nem vagyok a cafkád. Miről beszélsz? Jaj, Eli éhes. Jó, nyugi. Na, legalább most már szól. Hát szeretne valamit. Most már végezni fogsz lassan az evéssel? Remélem. Vagy úgy. Mit szóltok, a Dávidot is elküldjük futni? Kis testmozgásos árt. Mesztelenül? Nem, szerintem felöltözött, remélhetőleg. De hát ő vetközött le mesztelenre tegnap előtt, nem én. Nem öltözött fel? Ne idegesíts. Dehogy nem. Itt van. Itt bűzlik. Látjátok?
de úgy látom, hogy én fogok előbb odaérni. Ja nem, én csak iszom. És ő meg felvette Elit. Jaj. Jó, akkor én fürdök viszont. Nem. Meg kell várnom. Egy a fene. Disappointing drink. Oh. Jó, mindegy, akkor pisi. És az vagyis, hogy mi történik? Össze vagyok zavarodva. Olvas egy kicsit aztán. Ha Dávid végzett a pancsolással, akkor... Te mit szeretnél? Tudom, hogy büdi vagy, mindjárt mehetsz fürdeni. Jön bala a zég. Látjátok, őt nem zavarja, hogy kicsit koszos vagyok, meg büdös. Na, akkor Dávidból most csináljunk. Kaját berakom a hűtőbe. Igen, tudom, a képet, igen, mondtátok már. Melyik kiegészítőket vettük meg? Az állatosat, meg a tiny homos, azt hiszem, ugye van egy ilyen, azokat vettük meg. Most mi a baj? Ja, hát menjél. Na jó. Oké, gyere. Most már többször nem tudok nevet mondani. Úristen, bejött a Mortimer és kiviszi, elviszi a szemetet. De most vittem ki a szemetet. Azért jött át, hogy elvigye a szemetet? Hát te egy nagyon furcsa ember vagy. Főzünk egy kávét neki, mit szóltok? Vagy nem is kávét kéne, hanem egy italt. Make drink. Legyen ez a sweet and spicy, és utána beszélgessünk vele. Abból. Ki fog jönni inni, hogyha csinálok? Vagy most csak magamnak csinálok italt? Most beszélgetek valakivel? Most vele beszélgetek? Ez jó, ugye, ha ilyen íros dolgokról beszélgetünk? Nagyon bűzlik a hűtő, úgy látom. Te miért mész be a hálószobába? Ne haragudjál már, de eléggé otthon érzed itt magad.
Úgy látom. Ó, na, Dávid már 7-es szinten van közben. Jújjúj. Neked ezért miért kell mindig szólni életem? Likény. De amúgy nem az előbb takarítottam ki a hűtőt? Mert én úgy emlékszem, hogy szóltam neki. Jöttek jó pulcsik a játékba? Azt hol tudok, hol tudok pulcsit venni? Van olyan kuka, amiben beledobunk, akkor ad pénzt. Na jó, most te javítod meg a WC-t. Úgyis fókuszt vagy. Mindjárt megnézem a kukákat, jó? Most te is beszélgetsz? Ja, várjál, ő is tud olyat, hogy... Ja, hogy ti még be sem mutatkoztatok egymásnak, de már beszélgettek. Érdekes. Érdekes. Mit csinálsz, kutyám? Jól van, azért nem kell. Dinica, Orbitani, Pinaru, Jaspa, Topa Mama, Skuma Planondi, Jessica, Yabibo, Yabibo Squad, Drennan, Quahabin, Wounf, Maria, csak nézzük meg neked azt, hogy... Ó, elmegy a barátunk. Akkor nem is kell bemutatkozni neki, nem baj. Ezek megvannak. Akkor ezt még meg kell csinálni, ugye? Te most mit csinálsz? Force self to play. Miért nem akar játszani? Vagy ez mi? Érdekes. Érdekes. Úgy látom, látjátok, hogy most beszélgettem az emberrel, aki már 8-szor hívott, és egyáltalán nem volt fun számomra? Tehát nem éreztem jól magam igazából? Akkor meg minek? Na jó, hát akkor olvass a könyvet addig. Köszönöm, hogy írnom kéne inkább, de valahogy mindig úgy érzem, hogy kényszerítenem kell az írásra. Na nehogy kávét igyál. Nyomás aludni. Mondom, négy el kávét. És most lerakja. Tükröm vagy szekrényem van plan outfit. Ó! Köszönöm szépen. Meg fogom nézni a pulcsikat. Nagyon köszönöm. Poor quality. Tudjátok, mi van? Egy jó kávéfűzőt szeretnék igazából. Meg van bármi értelme egyébként? 3-as, 4-es. Ó, de hát ezek nem olyan drágák. 5-ös. Na, ez már sokkal jobbnak tűnik. Ez nagyon drága. Szerintem egy ilyet tudunk venni, nem? Nem? Mit gondoltok? Szerintem vegyünk egy ilyet.
kávé az jó. Kávé az kell. És megnézem a kukát, ha már itt vagyok. Melyik az? Ezek közül kéne, hogy valamelyik az legyen? Próbálj meg kiadni a könyvet. De most írtam egyáltalán egy könyvet, mert mindig csak leültetem magam, és aztán nem történik semmi. Megnézem a postaládára. Aha. Jó. Látjuk, mi lesz. Én nem dolgozom most egy darabig, bár nem tudom, az előző munkanak az így mi volt. De meg, hát kezdesz fáradt lenni, de azért nem nagyon. Még egy kicsit az még lehet. Nagyon kedves tőletek, hogy nem szóltok neki, de... Majd én. Most nagyon lassan halad már ebben a játékban, úgy látom. Csak azért, mert álmos. Megéhes. Együnk valamit gyorsan. Vagy már ne együnk, már ilyenkor menjünk aludni. Inkább legyen ez. Aztán kapjon egy betet, és aztán menjünk aludni. Annak mi értelme van, hogy, vagy az csak így van, hogy tudok hozzárendelni egy bizonyos oldalt a szímekhez? Amikor odafekszik rá aludni, de igazából teljesen mindegy, nem? Most miért nem hagyod abba a játszást, amit azt mondtam, hogy hagyd abba a játszást? Csinálsz? Szerencsétlen kutyádra nem figyelsz oda. Na vége. De mi van, ha pisilnie kell? Nézd már meg, hogy mi baja van. Nincs semmi baja. Jó, akkor mehet aludni. Oké. Nézzük csak. Te dolgozol majd, nem sokára. Mi van Elivel? Miért piros a kutyám? Jézusom! Miért piros Eli? Tudja valamelyik őtök, hogy miért, mi baja van Elinek? El lehet vinni átorvoshoz. Evolválódik a következő szintre. Mi van? Ne, most össze akartok csak zavarni. Bántanak? Nem úgy néz ki. Eli pirosan világít, miközben alszik. De nem úgy néz ki, mint a baja lenne, csak közben pirosan világít. Beteg? Tényleg? Jézus Mária. Nem már.
Nem tetszik. Hát vidd el orvoshoz. Hát jó. Gondolom fel kell ébreszteni. Édesem. De százszor jobban vagyok. A kedvenc filmetek pólójában jöttem vissza. Mit írta Rita? Hol van? Ja, állatorvos. Igen, megyünk. Vettem egy kávéfőzőt. De már volt. De nagyon rossz volt a minősége, és nem szerettük. És elértél aztán egy új szintet. A Donstep, ja, várjál, akkor... nekem kell választanom? Hol van az állatorvos? Vagy most... Honnan tudjam, hogy hol van az állatorvos? Ja, ott, itt. Ott az. Ja. Brindleton Bay. Nagyon jó. Annyira jó, hogy 6 évvel a megjelenés után játszunk ezzel a játékkal, és mindenki vág mindent. És nekünk meg csak... Igen. Menők vagytok. Slytherinnek minden új. Minecraft gameplay lesz legközelebb? Igen. De csak akkor, hogyha a Minecraftban játszható lesz a Fortnite. Te viszed el orvoshoz, nem én? Te alszol. Wait for vet. That will be medicine examen. Treat your sick pet. Please be patient. No patience. Jó, és addig mit tudok csinálni? Lopj halat. Pisi. No fun. Nincs itt valami fun. Hát ne haragudj már, a kutyádat hoztam állatorvoshoz. Ez nem fun, sosem. Cautious introduction. Simogass más kutyákat. Ezt csináljuk. Pirosan világít a nózi. Annak is. Ne nyúlj hozzá! Nem akarok, már kékszeltem. Baba, mindenféle, érted, zöld takony. Ez rádióaktív, mondjuk a miénk is. Pick up, gyorsan. Jaj, Jézusom. Körbehányták! Miért hány mindenki ide? Eli, ott egy macska. Öl. Comfort, Eli. Obviously. Minden rendben van, dagadt kutya. Te hülye vagy? Pick up. Azonnal vedd föl. Ott van, pick up. De már rányomtam az előbb is. Nem, a komfortra nyomtam. Arra is rányomtam. Nem vagyunk nyugodtak, amikor beteg a kutya, jó? Csak mondom. Hát persze, hogy lett új kávéfőző. Egy pillanatra megyek el. Most várjál. Polisza hibás. A kávéfőző miatt polisza hibás? Baba, kaptál tanácsot valakitől? A kávéfőzővel kapcsolatban? Hogy a chatről. Nem. Nem, csak bátorítottak, hogy vegyek kávéfőzőt, mert az jó lesz. De így döntöttem el. Úgy nézett ki. Persze. Békésen ott lefekszik. Yes. Egy nagyítóval nézed a kutyámat? Már meg ne haragudj, de a körszakállas, mocskahajpántos fiú, az takarodjon a kutyámtól. Mi? Mit csinálsz? Elköltöm az összes pénzünket Elire. Jézus! Julia, elküldtél mesztelenül futni? Elküldtél futni, de te vetköztél le, úgyhogy arról nem tettem. Meg én nem látom, én azt hittem, hogy átöltözött, velem... mert mindig átöltöznek, amikor elmennek futni, ők mondták, hogy mesztelenül futottál.
Na. Azért voltatok itt, azért mertem itt hagyni Júliát, mert ti, mint az én érdekvédelmi szervezetem. Ne adjad, hogy hozzányúljam, mert elkapja a víbet. Miről beszélsz? Jó, és itt tudunk neki adni valamit? Vagy venni valamit? Vagy mi? Most költöttél erre 800 dollárt, menjél haza! De nem, ne is haragudjál, már úgy csinálsz, mintha nem ez lenne, amikor elit el kell vinni állatorvoshoz, elköltünk egy csomó pénzt, és aztán veszünk neki valamit, mert annyira sajnáljuk. Jó, age down treat. 150. Mi? Causes your pet to age down. Micsoda? Resurrects pet. 2500, izé. Jó, kelleni fog, ahogy elnézem. Micsoda? Poop randomizer. Mik ezek? Ezzel tudod valójában befolyásolni a petnek a dolgait. De hát ezek ilyen... furaságok. Na, ilyen nem kell. Majd főzöl neki valami gurmé dolgot, mert olyat is tudtam csinálni. Gurmé kutya kaját? Igen, hogy a kutyának is tudsz főzni. Let's go home. Inkább furry volt, mint weeb. Ezt most nem kezdem el elmagyarázni neked, jó, mert egy életre lesokkolott. Jó itt, night! Jó, night, night. Jó night, night. De még csak fél nyolc van. A jó itt, night. Mi? Csak fél nyolc. Nem megy el aludni, csak jó éjszakát. Night, ezt mondtam. Akkor jó. Nyugodjál meg. Na. Mi majd akkor megyünk el aludni, vagyis hogy te akkor mész majd el aludni. Ne haragudjál, de írnod kell most. Írnod. Nekem? Kell. Nekem. Ja, jó. Love e-mailt is írhatok? Be kell fejezni. Ja, igen, ahogyan szarjunk bele. De nem akarod megírni, tehát láthatóan nem akarod megírni. Az Asia nem rossz, mert akkor meg tudjuk fiatalítani, és nem hal meg. Ez lesz a terv. Egyébként mennyire gyorsan öregszik mondjuk hozzánk képest? Dog, bone, meat, pie. Miért nem? Azt mondjátok meg nekem, hogy mi a francért nem akarok írni. Akárhányszor azt mondom neki, hogy írjon, de, de azt nem akarja megírni. Tehát, hogy nem tetszik neki az a könyv egyáltalán. Hát akkor, de hát ő írja, hát most mit csináljak vele? Nézd meg, és megint abba hagyta. Jó, akkor van valami baja a könyvvel szerintem. Lehet, akkor írd a másikat. És ne pakold a földre azokat a szerencsétlen könyveket. De tényleg, hát mit csinál? Te mit játszol? És lámákról beszélgetünk. Hú, hadd húzzalak meg, mert csak fájn vagyok. Én is csak fájn vagyok, látod? Tessék, pletykálkodunk. Eli meg rákcsálja a kis dolgait. De tényleg, miért pakolom a könyveket a földre? Nem tudom. Nem kell egy könyves poszt neki? Egy de hát a... virdó vagy. Onnan szedi le az asztalról. Most az nem jó? Én most a helyére rakom? De az a most. Hallotta, hogy mondtam, hogy szana szét. Nem hiszem, de engedjétek meg, hogy bemutassalak titeket az otthonkámnak. Viszont legalább nem mesztelen vagyok, az is valami. Ha. Az nagyon durva, hogy most helyre rakja a könyveket. Nem, baba, életszerű. Ezt csináljuk. Te kuplerejt, én rendet. Vagy bármilyen más mondat, ami nem okoz ilyet benned. Bernie, az nagyon köszi a csírt. Ez ihlette a könyvíráshoz. Mi, hogy meg akarom bubolni? Most tényleg csetelünk? Ahelyett, hogy bubolnánk? Megmondom, hogy ne. De már feladtad. Igen. Hát baba, nem fogok rád életed végéig várni. Tessék. Nem, ezt nem, ezt tudjátok, hogy ez nem az a csatorna. Nagyon sajnáljuk, de addig... ezt nem tudom kidobni. Nem, mert ezt fel kell venni a rakba a hűtőbe. De ezt szokott sikerülni. Mit, az üres tányért? Aha. Nem tudom berakni a hűtőbe. Akkor mi ez? Szokott sikerülni. Jó, be kell fejeznem a festményt is, tudom, és aztán el kell adnom.
De már van festményed, amit... van befejezett könyv... Hú! Ne! Hova menj? What's wrong? Vagy valami baj van? De hiába csapom rá az. Ugye nem szökik el? Nem. Ja, csak szart egyet, jól van. Az ajtó elé. Hoppá. Mi bajod van, lány? Kérdezd meg. Mit csinálsz? Are you happy now? Yes, I'm happy. What's wrong, little bunny? Bi-bi-bi. Azt nézhettük, hogy Dave pucér arra hangál. Hát igen, mert nem voltam itt, hogy felügyeljelek titeket, büdös kölykök. De most nem figyeltél arra, hogy... Ja, hogy fél, akkor meg kell ölelgetni. Pet. Pet? iPad. De... A lábad között no. átment, ahogy szokott. Kicsi szívem. És aztán utána... Talk to. Én mit csinálok? Nem mindegy. Fejezzem be a könyvet. Feel the love. Conqueror Baima. Mit eszem? Ja, éhes vagy, vettem. Jó, boldog. Jó, de evés után most már igazán be kell fejezni ezt a könyvet. Ezt a könyvet. Nem. Mit csinálsz? Right. Right. Rizum? A poemix. Azt nem írja meg, a másikat írja. De nem írja meg, ahogyan szorunk bele a férjünk lelkébe? Nem. Pedig tud róla eleget. Become companion, én azt akarom. Scratch favorite spot. Nézd meg, hogy mikor megyünk dolgozni. Én 3 óra múlva. És én? Neked preparálnod kéne valami drinket. Neked. Jaj, meg 2 nap múlva. Jó. Akkor én addig írhatok meg. Shit. Preparálnem kell? Valamit preparáljél, igen. Jó. Make a drink. Az nagyon drága! Nézd meg, megint rendet rakok. És felöltözöl ahhoz, hogy... 20 mollárért csinálsz egy italt. Ez kis túlzás. What an achievement! Julie finished writing an entire book! Van, akkor még azt is publikálod? Ó, az te vagy. Én tudom csak. Self-publish. Comics. Ez a stock team és stock premise. Na jó, most befejezed, ahogyan szarjunk a férjem lelkébe dolgot, mert ez egy bestseller. De mi, magaddal te mit csinálsz? Mindjárt menni kell dolgozni. 2 óra. Akkor nézd meg, hogy vagy, mert szerintem nagyon fáradt vagy. Nézd már meg. Mitől lennék fáradt? A szükségleteidet, életem. Ettől. De hogyan? Hát mit tudom én? Biztos a vugútól. Nem tudsz már 2 óra alatt aludni, úgyhogy inkább így áll egy jó. De egy nap még belefér. Az, a nap az nagyon keveset fog rajta húzni. Jó. Akkor iszom egy kávét. $8 a kávé, a $20 nem volt annyira szara ezért. Mindjárt én is elmegyek írni. Hát ez ennyit húzott rajta. Yeah. Nem lesz jó az első munkanap. Milyen első munkanap? Hát én most egy csomó ideje nem voltam itthon. Egy csomó ideig nem voltam itthon. Na. Tehát, hogy itthon voltam. Vagy itthon voltam, igen. Egy gyors nap még belefér. Nézd meg, hogy mit csinál vele. Látod, mennyivel jobb a nap? Jó lesz ez. Nem búbolunk meló előtt. Julie can now write non-fiction. Mennyi dolgozni, David, mert... X-ed ki a napet, mert nem fog fölkelni. Ja. És nyomj rá még egyszer. Na, már indultam. Ja. Én mit csinálok? Te most jelenleg... Én csak 2 nap könyvet írsz fogok baba. Dolgozni. Még mindig? Aha. Szerintem most abba hagyta. Non-fiction! Short story! Non-fiction. Majd, nem ha befejezted az előzőt, Júlia. Milyen előzőt? Most befejeztem mindeket. Az befejezted az izét? Igen. Ahogyan szarjunk a férjünk lelkébét? Igen. Nagyon jó. De takarítsák ki előtte, mert annyi kupleráj van ott, meg minden, nem tetszik. Hol?
Hát ott van a valami kaja is, például. Eli? Mit csinálsz? Beraktam a hűtőbe. Ja? Mi baj? Nézd meg, Eli, rendben van? Jó, jól vagy, Eli. Right for one hour while inspired. Jó, hát most azt nem tudom így előidézni annyira. De most olvasol, és az olvasástól inspired leszel. És ahogy vége van az olvasásnak... Akarok mozogni. Írni kell, pénz. De még fel tudsz, most egy könyvet még tudsz nekem. Sell to publisher. A, hogyan szarjunk bele itt azt a sell to the publishernek. Bestseller, gyerekek. Mondtam én, hogy nagyon sokat tudsz erről, ja, baba, csak mélyebbre kell. Igen, azt a kutyaszart szedd össze, hogy nézd, hogy rohanok a kis postaládánkhoz. Hát, és a kutyáddal is... Megint valami baj van? Nem tudom. Csak azt kérdezgetjük ettől a szerencsétlen jószágtól, hogy what's wrong? És akkor itt nem lehet menni nyaralni, azt mondjátok? Opa, valami miatt ezt most ide leraktad. Mit nyomtál a kutyaszarra? Vegyem föl. Kicsit need of attention. Cuddle. A kanapén egy kicsit cuddlingoljok. Nem úgy. It's finally the end of David's shift, but he can't go home yet. The cash registers. Short. David knows this wasn't this. He's doing and has to decide to either report. His coworker. Okay, go ahead. Report. Nem vagyok ilyen nagy komfortálódós. Maybe David should have spoken up after all. Hát hülye vagy? Most eltitkoltad, és úgyis baj lesz belőle, ha kiderül. Hát... Ó, fejezzem be a festményt. Ja nem, Elitnek nyomd el. Mi? Hát, hogy peteljen, mert szomorú. Ja, Petelj. 40 euró a nyaralás. Milyen nyaralás? De akkor lehet menni nyaralni? Ja, igen, biztos, hogy van ilyen vacation shit, nem? Gondolom. Hát van olyan, gondolom, hogy van DLC, mert szokott lenni. Éhes is vagy, Júlia. Igen. Island Living elmegy a tengerpart szigeteni a ház. Szia, Gofri! Gyorsan együk meg. Mindent is lehet. Igen, gondolom, hogy így a DLC-kben így összerakták. Megint leraktad a... Mindig lerakom. Go for jog. Fussunk egyet Eleanorra. Elivel? Aha. De ez egy couch potato, ez nem akar futni. Ja, de először pisilj egyet. Au, de rosszul ülök. Viccek, nagyon durva vagy, nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabot Dorinának. Dorina, téged pedig üdvözlünk a kis családunkban. Tudod használni a fasza emótjainkat. Például a Sexy Davidet. Vinceknek ez pedig már a 7. subgiftje volt a csatornán. Tényleg elképesztő vagy, srác! Sexy David. Yeah! Jó. Az EA Access az... azt hiszem, hogy 2 DLC-t tartalmaz, 2 ilyen... Azt nézzétek, milyen mocskos vagyok. Furcsaságot. Fú, baba, na most piros a hygiened. Igen. De és Elit meg elhagytam, vagy mi van? Na azért, gyere haza szépen. Hol van? Ja? Ott. Ő is koszos? Nem tűnik annak. Calm down, Eli. Ja, fél a fürdés, Istenem! Hát fél a fürcsitől. Kicsi szívem. Jól van, hát minden rendben. 103. Ja, alszol. Jó, akkor aludjál csak. Te meg fejezd be a festményt. Mit akar csinálni? Nem tudom.
Te akkor egy ilyen művészlány vagy, írsz meg, festesz, azt jó idő? Hát a festmény az jó, mert pénzt is lehet vele keresni. Na most búvold meg, ha bátor vagy. Én dolgozom. Inspired vagyok, most kell írnom, most kell írnom. Nonfiction. De adjál neki címet. Nem akarok. Adjál te. Jó kis író vagyok, mi? A címet nem akarok. A címet mindig a végén kell adni, amikor már tudom, hogy miről szól a könyv. Hülye vagy. How would you describe this book? Igen, címet nagyon nehéz adni. Ez egy dráma, trilógia, első része, amiben két fiatal lány szerelemre talál. Bestseller materiál, baba. Bestseller materiál. Very inspired vagyok. Az meg vagy, hogy mindjárt bestselling autor leszek, ugye? Akkor végül otthon maradhatok játszani. Fú, én nagyon szarul vagyok, Júlia. Öt jó könyvet kell írnom. You did some great work today. És most kint áldogálsz a ház előtt? Ajjajjajjaj. Nagyon fosul vagyok. Etes meg, zuhanyoztas le, hadd menjek aludni. Belefér-e egy zuhany. Wuhu mi, meg a faszt. Aha. Alves. Na, te abba hagytad az írást. Fáradt vagy? Mész le aludni? Akar feküdni. Jó. Ő most jól van. Hál' Istennek. De nézd meg az igazit. Hogy jár a kis farkincája? Éhes vagy? Ojajajaj, oké. Nyugi, nyugi. Bocs, de nagyon éhes a kutyád, úgyhogy muszáj neki enni adnod. Tudom, hogy nagyon fáradt vagy, de... Már ne egyél. Jó, majd kitakarítok. Nyugalom. Úgy-úgy. Futás aludni. Komolyan? Most még nekem kellett a kutyának enni adni? Hát éhen hal a kutyád. Hát mit csináljak? Az, hogy mondjuk nekem... ébredj föl. Kávéfőzőt nem tisztítottuk ki. Fú, de idegesít, hogy nem szakad szépen az a zöld. Nem olyan vészes az. Nem zavaró, chat? Hogy nem szakadozott szépen? Mi csinálol? Rendet rakok. Miért nem keresünk nagyon sok pénzt? Hát... Nem zavar. Jól van, cukik vagytok. Köszönöm a választ. Mióta fürödtem ilyen? Miért azelőtt jobb volt? Ha. Segít rajta semmi. Name painting. Miért van egy kutyaszal az inventorimban? Azért, mert csak felvetted. Te vetetted fel velem. Nem tudok ezzel mit csinálni.
Nem, hát az, hogyha mióta fürödtem jó, akkor az volt a baj, hogy elmentem. Tehát akkor nem jó, ha nem vagyok a közelében, és aztán tönkre megy végleg. Na, kikeltem az ágyból. Baba, döntsük el, hogy akkor én e-sportoló leszek, vagy étterem tulajdonos? Mit szeretnél? Hát, mivel hogy csak főzni kell nekem mindig, ezért most már nem tudom. Hát de találd ki, hogy melyiket szeretnéd. De akkor konstantan azt kell csinálni. Ott kéne hagynom a munkámat és csak játszani. De ha ott hagyod a munkádat, akkor nem lesz pénzünk. Na jó, chat, mi legyen? Esportoló legyek, vagy szakács, és aztán étterem tulajdonos? Ti dönthettek. Sőt, tudok csinálni egy szavazást. Jó, pillanat. Vagy nem csinálok most szavazást. Csak nézzük meg, hogy állsz. Ezt kell csinálnod. Nem szakács, igen. Mit lehet még itt megnézni? Cooking Simulator e-sportoló. E-sportoló csak DLC-vel lehetsz. De... Szakács, tessék. Azt akarják. Én vagyok a férfi a háznál, majd Júlcsi eldönti. Én nem akarom eldönteni. Jó, étterem tulaj lesz ez, én úgy látom, meg szakács. Hát szakács sem vagyok még. Mi vagyok? Szar se vagyok. Mixology. Esporttal megtörném a játékot, mint Viktor. Hát igen. De majd eljutunk arra a szintre, hogy streamer lehet csak DLC-vel, esportolni lehet alapból. Igen, én is így tudtam, hogy az influencerség az, ami DLC-hez kötött. Olyan furcsa, hogy nem hallom a játékot. Igen? Mhm. Ja. Összerakom a telefonokat, mit szólsz? Jó. Júlcsival telefont cserélünk. Az én telefonomnak jobb a kamerája. És ő fotóz Instagramra, én meg nem fotózok Instagramra, és én a telefonomban csak azt szeretem, hogy óriási. És ezek a többi, ez a practice programming, meg ilyesmi? Nem tudom. De most akkor nem kell feltétlenül játszanom, akkor viszont menjünk rá a szakácsolásra, mint egy állat. Hallod? Igen? Foglalkozzál már velem. Jó, csak a pulóvereket akarom megnézni, de nem tudom, hogy kell. Gondolom nem így. Ó! Oh! Ez normális, amit most történt? Miért vagyok? Oh, nem értem. Well. Ott is van a szavazás, nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy ki volt, de valószínűleg Schoolhead. Most ezt kibányáztam, és nincsen bennem, mert akkor el fogom sírni magam. Nincs meg neked ez a kis... Milyen cucc? Hát, amivel kiszerűen szüntetek. Nincs. Több mint valószínű.
Benne van! Mit kell? A tiédet kell átrakni az enyémbe először, ugye? Fülbevaló is jó. Ez egy öltözködős stream lesz. Miért? Vince, nagyon szépen köszönöm a cheert. És azt hiszem, hogy megtörtént, amit szerettél volna, mert zöld a hátterünk. Van egy kis hányás zöld beütése. Ki kell kapcsolni hozzá? Kapcsoljuk ki. Legyen ez. Most mit öltözködsz? Már elég lesz. És vegyél fel valamit, légy szíves. Hol az a kaja, amit főztél? Kérek belőle. Fú, Slytherin, ne is mondd, azt én is nagyon-nagyon élném. Mit csinálsz? Mit csinálsz, kutyó? Na, még egyszer megnézem, hogy minden el van a mentve. Na, bocsánat, tehát akkor most azt mondtad, hogy nem akarsz játszani, hanem főzni akarsz. Főzés, szakács, megszavazta a chat ilyen indokolatlan fölénnyel. Mit szólsz, hogyha csinálsz egy, itt először pisilsz, aztán csinálsz. De még csak egy sárgában italt, vagyok, simán belefért volna egy ital. Egy sweet and spicy italt. És olyan is van, nem, hogy olyan channelt néz, igen, azt fogod nézni. Nem veszünk még tévét, mert nagyon drága, kevés pénzünk van. Hát akkor írjál. Jó, hagyd abba a játszást. Jó. Én pedig flirty vagyok, nagyszerű. Kontakt. Akkor megyek dolgozni, 22 óra múlva még könyvet kell írnom ma is, akkor írjunk könyvet. Írjunk olyan könyvet, hogy romance, mert flirty vagyok, és az most menni fog jobban. Flirty vagy? Igen. Nevezd el a könyvedet. Love me once again. Elneveztem, jó lesz? Mit csinál? Mi a baj? Ó, valaki hív. Hey David, it's me. You want to come to my birthday party? Ophelia, mondtam, hogy kell. Mehetek én is? Nem. Persze. De most nem már jössz mindegy velem? Mindegy. Azt mondtad, nem. Fú, Ophelia-val mit fogunk ott rendezni? Na, tessék, ez a te bizniszed, úgyhogy rendezd, amit. De én most a másik bizniszedet csinálom. De most, melyik az Ophelia ez? Hát, kurvára remélem, hogy nem. Wow. Ja, itt van. Nem, melyik az? Ki hívott meg engem? Mutatkozz be először. Mi a baj? Splashed by the dog. Gross. Oké, okay. Jó van. Túléled, haver. Hova mész? Felmész? Mert mész a nő után? Uh-huh. Hogy miért hívogatják őt gyerekek a szülőnapi bulijukba? Ez egy nagyon jó kérdés. Kisrác hívott? Nem. Fuha, ez nagyon undorító ez a ház. Nem akarok senkit megbántani, de ez az igazság. Beszélgess vele, meséld el neki, hogy van egy nagyon-nagyon... De nem akar veled beszélgetni. Ki? Ő. Hát akkor Brighton Day, hát ez vagyok én. Romance? Lehet ilyet? Ott, ő hívott meg. Ő volt az. Jó van. Ő.
Jó, hát akkor vele akarsz beszélgetni? Vele akarok románszálni. Akkor csináljad, hát hogy nem már nekem kelljen flörtölnem a veled. Peszkód az most... Melyik önké ilyenkor? Nem tudom. Az enyém. A szimlokkat ilyen. Mit csináljak? Mit akarsz? Talk about cooking. I'm a cooking guy. Anyukának tetszett a mesztelen fizetés, főzés, futás. Mind a ketten happy-k vagyunk. Jó, hogy nem a saját születésnapjára hívott meg. Nem, az öcsér szerintem. Ez egy nagyon furcsa világ. Beszéltünk egyszer a parkban, és meghívott. 4,5 óra van még ebből a buliból? Az nem semmi. Beírnád? Mit? Na jó. Happy birthday to me. Ja. Na most akkor mit akarsz itt csinálni még? Semmit, mehet automatán. Hogy értem azt, hogy mehet automatán? Vegyél te polcsit. De most itt vagyunk veled, úgyhogy most ezt kell csinálni. Ha ez kell, Júlia, akkor ez kell. El tudom lopni a kártyukat? Legyek én az a srác, aki... akit meghívnak egy fiúnak a születésnapjára is. Szerintem sima ügy. Nincs egy zongorájuk? De ott van. Ja. Állsz mellette. Ne közd a pénzt ilyenekre, please. Neked mi bajod van, Birthday Kid? Funny introduction. Oh! Átöltöztem. Ez a buli szerkom. Ez a buli szerkom, gyerekek, ha esetleg az nem lett volna meg. Lopjunk el. De várj, most ez a buli? Vagy még el se kezdődött a buli? Nem tudom. Bizony. De ez nem olyan fiatal. Tell a gross joke. Jó vagyok impressionben vajon? Congratulate! Ne kezdj el olvasni egy bulin, Dávid! Tehát, hogy ennyi social skill-t azért már igazán magadra szedhettél volna. Öff! Most nőtt meg! Nektek így telnek a szülinapok? Dávid, mi? Brighton Day. Ez vagyok én, aki Brighton el Day-t. Miért nem ilyen egy szülinapi buli? Hogy awkwardly oda megyek és le fogok náluk fürdeni. Nagypapa ruhában ismeretlen gyerekeket ölelget. Ha nem ezért jöttetek, akkor nem tudom, mit kerestek itt. De megmondom őszintén, hogy én a Sims-ben ezt a részt, ezt sosem élveztem annyira. Én építgetni szeretek. Ez nem lehet, hogy Gusztáv, vagy ki, aki folyamatosan hívogatja Julcsit. Mortimer! Baba! Meg tudom búbolni Mortimer lányát. A tínédzser? Hát mi vagy én játszom. De ez az én barátom, a Mortimer. Nem a barátod, csak dodzsolod, meg ghostolod folyamatosan. Nem, hát a múltkor átjött és beszélgettünk. Mi? Ott voltál te is, az is szülelnyom meg. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. De nem. Valami bajod van amúgy megint. Fáradt vagy, én nem tudom. Nincsen semmi bajom. Kicsit fáradt vagyok, iszom egy kávét. Ez egy elég lame buli. Most nem azért. Ki a weirdo? Caterer. Can I get a coffee? Rude introduction.
Az nem kávé, az. Nekem kell fizetnem náluk a kávéért? Amúgy csak mondom, hogy szerintem szarabb kávéfőzőjük van, mint nekünk. Hát igen, mert erre költöd a pénzt. Viszont a sütőjük az szerintem elég fasza. Szerintem volt a Dávid, nem volt itt? Dehogy voltam itt. Ez a baj. Ez a baj. Így kéne az összes vitánkat streamelni, mert ilyenkor bemondja nekem, és én még nyilván nem emlékszem, mert leszarom. De azt... Ott voltál. És itt legalább itt van pár ember, aki figyel. Köszi szépen, srácok. Ez az első argument, amit bizonyítottam, meg tudtam nyerni. A lányával beszélgetett. Csak viccel a Patrik. Iszom egy kávét, és a hygiene nem is egyre rossz, de az valószínűleg egy ilyen morál hygiene. Től az egésztől. Olyan nincs, hogy mesélj a feleségedről? Do an impression. Inkább a deep conversation. Ha bla 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 bla. Így csinálsz. Ha bla 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 bla. Ez vele legyél jóba, mert ő a gazdag. Ja, jó. Congratulations. Van more choices. Mihez? A szép házához, vagy sok pénzéhez, vagy mihez gratulálsz? A születésnapjára, te social analfabéta, te. Korábbi én játszottam minden Sims-el. Annak idején, régen. Réges-régen. Pont az jutott eszembe, hogy megcsináltam. Akárhova oda megyek. A jó barátokat is megcsináltam benne. A buli fontosabb, mint megbúbolni a tini lányt. A buli fontosabb? Mármint, hogy a dolog fontosabb. Jó, és most hogy megyünk hozzám haza? X-elt ki, mert nem fogja abba hagyni megint. De muszáj kávézni. Mondd meg neki, hogy go to work. Most elmegy? Igen, mert kiX-eltem. Hajnali 2-ig fog dolgozni, és tőled is csak azt hallgatom, hogy... És nagyon fáradt vagy, hát sajnálom, miért mintél el bulizni? Miért mész el bulizni napközben, amikor éjjel dolgozol? Ezért nem vittelek el. Az ilyenek miatt nem vittelek el megismerkedni velük. Jó, hát én otthon vagyok. Meg a csúnya lakásunkban. És könyvet írok. És most hogy megyünk haza hozzám? Aha, tidy up. Így megyünk haza hozzá. Nézd meg el itt. Jaj, Istenem! Azt tudod, hogy tudnánk élőben is nézni. Tudom. Eli? Cukiskot? És pont kirog a feje. Életem. Na. Én addig itt ültem a kanapén? Jó. Miközben Eli meg ugat. 15 óra múlva. Pet? Nem tudom, mikor ettél utoljára, mert nem emlékszem. Kicsit összefolynak így a dolgok. Jó. Az van, hogy vannak még ugye ilyen egyéb comedy. Ó, ja, igen, aha. Akkor ilyen vicces dolgokat is kéne csinálnom, igaz? Hogy tudok? Tudok írni például vicceket? Jovez, nagyon-nagyon szépen köszönöm a donation-t. Igazi party hard vagy Dave. Ez a helyzet. És szép sárga lett. Mert sárgát kértél. Ki vagy? Sik. Kemházhoz jönnek, látod? Ennyi. Baba, ebből válás lesz, ugye te is tudod. Ebből relatíve hamar válás lesz. Mi ez? Ki ez? Nem tudom, ki ez? Reaper tips. Brighton Day, és aztán valami funny-t csinálj, mert kell dolgoznom a funny-on. Azon kéne. Szia, Goblin! Ez a szülinapos gyerek? Dehogy is.
Vagy de, csak az a parti szerkója volt? Az elegáns szerkója volt. Nem fogom azt csinálni, mint te, mert majd bíjani fogok, de addig... Fanny... Jokobot Politicians, az ilyen... elaludt mellettem Eli a földön. Az megvan, hogy ott elaludt mellette Eli a földön. Goblin, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a Twitch Prime-ot, nagyon drága vagy. Üdv a kis családunkban, tudod használni a faszogányos emótjainkat. És Viktor! Nagyon szépen köszönöm a 282 fős rédet. Fantasztikus vagy, nagyon szépen köszönöm. Szerbusztok, viktoriánus emberek. Ez wow. Borzalmas volt. Egyszerre wow. Nyomta ki. Most kivel beszélget Júlcsi karaktere, kivel nem beszélget, beinvitálta, leültette, aludni. Nem hívtam be. Behívtad, nem és be. Nem figyeltem oda egy másodpercig, és egy idegen férfi ül a kanapén. Én nem köszöntem be. Viktor nézőinek, megköszöntem, hogy feliratkozott, Goblin, és ez történt. Jelet. Hát a... Ask to leave. A... Most meg még a kutyámmal is, mit csinálsz? De... Takarítsd ki. Érted, dolgozom, és ezek történnek. Ez történik jó, akkor azt nem is, láttátok, amikor... hogy éppen egy buliban ment el a Dávid ehhez az emberhez, valószínűleg azért jött át. Pizsamában odamész, te céda. Öltöz már át! De miért? Jézus Mária, kedvesen nem lehetett volna? Mit csináltál? Hát mondtam, hogy menjen el. És az really get going now. Azt mondod? Júlia, egy digitális céda vagy, azt kell, hogy mondjam. Mikor megyek dolgozni? 12 óra múlva. Akkor most... Ideje lesz aludni. És én még haza se értem. Nem, mert te éjjel dolgozol. Ezért nem látjuk egymást soha? Ja. Ezért hidegül el teljesen egymástól a... Igen. És hogy mi hidegülünk. Ebből válás lesz. Na, hazajöttél. He did some great work. És van egy vakáció napod. Az nagyon jó. Szerintem kicsit fáradt vagy. Igen, egy kicsit el vagyok fáradva, úgyhogy nem lenne baj, hogyha aludnék. Pixel céda. Igen. Ő egy pixel céda, ő pedig ott, jaj, itt lent a... Bajod ott, van. Várjál. Hogy mutatom? Ott. Abban a sarokban. Jaj, ott van pixeli. Mi van? A stresszes vagy, és fölébredtél arra, hogy stresszes vagy. Hát persze, hogy felébredtem arra, hogy stresszes vagyok, mert a hajnali kettőig dolgoztam, hazajöttem, éhes vagyok, és egy céda a... Valódi munkánk van! Mármint olyan, ahova el kell járni, igen. Megszavazta a chat Viktor, mert az volt a kérdés, hogy legyek e-sportoló, és akkor csak otthon kell ülnem és játszani, vagy... legyen egy éttermünk. És a chat 82%-a azt mondta, hogy ne törd össze a játékot, mint Viktor. Úgyhogy ez egy ilyen patetik. Nem tudok ezzel mit csinálni. Menni fog az, Charlie. Menni fog az. Főzöl? Igen, de közben annyira éhes vagyok, hogy ez már vállalhatatlan. Viszont leültél egy helyre főzni. Igen, Eli meg beszart a lakásba, úgyhogy megtennéd, hogy megmondod neki, hogy ilyet többet ne csináljon? Igen, csak előbb. Ők is patetikek. És még azt se hallottad, amikor azt mondtam a nézőknek, hogy ha raftozol, akkor te biztos egy raftos csávó vagy. Nem tudom neki megmondani. Hát akkor... Ó, Lis! Az nem az, te hülye! Jó, de most hallottad. Úgyhogy most már mehetsz csinálni a dolgodat. Complain about problems? Hát ez egy jó ötlet. De hogy tényleg elmentem közben zuhanyozni, három dolog történt. Julcsi áthívott egy idegen férfit, kiküldött engem mesztelenül futni, és úgy összekoszolta magát, hogy nullára esett a higiéniája. Rugó. Nem vagyok. Óra rugó gerincű felpattanó? Mi a gondolol? I'm starving, wanna grab breakfast with me? Tominak elvehetem a mod jogát.
Az elég menő. Most nem tudok reggelizni. Most ilyenkor mi van, ha 17 perc múlva dolgoznom kell és reggelizni hív? Nem tudom neki azt mondani, hogy nem érek rá. Hát mondd meg, hogy majd visszahívlak később. Majd visszahívlak később. Jó, és most ok. Vagy, ja, nem. De ha ok, akkor elmegyek vele. Érted? Meg egyébként is. Te nem menjél a... Ha elmész vele ebédelni, megdugom a lányát. Komolyan mondom. Atya, úristen. Én még mindig alszom. Igen. Van egy szomszéd család, akinél lakik Mortimer. És Mortimer iszonyatosan rá van pörögve Jócsira valami miatt. Én meg elmentem a fiának a születésnapi buliára, mert a lányával találkoztunk a parkban, és viccesen bemutatkoztam neki. Speech 100. Ezek történt. Royalty report, baba. Látom, 300 valamennyit kerestem. A két lány és a bögre, hát az nagyon ment. Én az van, hogy én nagyon keresek. Igen. És azt tudod, hogy a két lány és a bögre, abba azt beleírtam a leírásába, hogy ez egy trilógia. Úgyhogy... Igen? Uh-huh. Úgyhogy a két lány és a bögre 2, vagy a két lány és a tál. Oké. Nem a Sims-es kapcsolatunk fura, hanem a férjem. Yeah. Egy picit. Másfél lány és a bögre. Két lány és két bögre? A bögre 50 árnyalattal. Ki? Itt van megint a haverod. Melyik? Az nem az én haverom haver. Ehhez mentél a szülinapjára neki? Majdnem értelmes lett ez a mondat. Az ő szülinapjára mentél. Így van. Úgyhogy a te haverod. Attól, hogy értem. Én voltam itt. Ezt én abszolút értem. De te ültetted le a kanapéra, miközben. Level 2 charisma skill. Wall full. Notification wall displays. Exams 200 notification. If you do nothing, all this notification will automatically be deleted. Melyik notification? Hol van? Hát gondolom van egy ilyen wall, amire még sose kattintottunk rá. Ez itt. Reached charisma level. Ja. De nem kell bezárni, hát törli a legrégebbiket. Yeah. Van arra szükségünk? Nincs. Ki ez a csaj? A friendly. Mi? Funny? Hát rude. Mit keres ez itt? Úgy néz ki, mint Halle Berry. Hello. Timba combo. Halle Berry, hogyha beállna, hogy hívják meg azt? A Brilliant, hogy hívják azt? Most meg kell simogatnom a kutyádat, ne haragudj, csak nagyon elvább foglalva. Hogy hívják a Rilltart? Mit kérdezel? Nem jut eszembe. Shami! Jó hétvégét, Shami! Hagyd meg abba a beszélgetést, és beteld a kutyádat. Ja. Másik Dávidnak mondtam. Ezek az emberek csak úgy behívják magukat ide, az meg van? Viktortól jöttek az emberek, mert... Bejönnek olvasni. Bejön és olvas. Ez engem nagyon idegesít. Meg, az meg végképp idegesít. Nem. Zebra fizz. Ne, izét akarok. Az egyikben már elég sütő voltam. Inspired vagy, most kell csinálni dolgokat. Csinálom, de elmegy, mire... Nem, itt van, ne aggódjál. Elmosogatott! Tönkretette a csapot? Megőrülök. Barry! Te most ne haragudj, de ne játszál. Te nem csak a legszarabb macskanő vagy a földön. Nem akarsz zuhanyozni? Most játszik. Most mondd meg, hogy mit csináljak. Hát, ja... Inspired vagy, úgyhogy most főznöd kéne. Jó, cook. Cook gourmet meal. Melyiket? Black and white cake. Ez nagyon drága, nem baj? Nem. Jó. Baba, muszáj lesz iszonyatosan sütőszakácsnak lennem, mert a bestseller könyved is csak nagyon. Gourmet cooking skills. Bizony. Nagyon megy. Ők most bekapcsolták a zenét, és a hálószobánkban táncolnak? Igen. Kicsit sok ez. Na. Jaj, promoted advice. Yes! Végre van egy saját... Hogy hívják ezt? Mi az magyarul? Tudod.
tudod? Tanács? Miért jönnek hozzánk emberek? Nem, hát a tinikről tudom. Fú, de meg fogsz ijedni, amikor hazaérsz. Egyszer így érné a hazavalójában. Unpleasant surroundings, látom. Hát mert tele van emberrel. A, meg tudjátok majd osztani a galériába a házatok, családotok, meg minden? Beköltözhetnek titeket a szomszédomba. A Viktor ezt egyébként, amikor elkezdtük építeni a házat, mondták, hogy, hogy beköltöztethetünk téged a szomszédunkba. Nagyon sima. Nagyon sima. Van ilyen betörő DLC? Vagy ilyen hostel DLC? Vagy human centiped DLC? Mert akkor lennének ötleteim. A karaktered az lényegében ne száj. Oké, gyere te is, már annyian vannak itt. Nem tudom, hogy értsem. De most is van! Most is van, mert az elején választhattam volna olyat, hogy kriminál. Meg kéne etetnem el itt, mielőtt elindulok bárhova. Nem tudom, hogy most mit csinálsz. Ja, most elmented dolgozni? Aha. Ilyen koszosan? És itt hagytam idegeneket a házba. Mosat? Mi van? Odahugyozik a vadidegen! Mi van? Ja, az te vagy. Semmi, bocsánat. Ja, hogy kinézetre ne száj. Úgy néz ki, és jól keres. Ja, jó. És bejön a fürdőbe, miközben pisilek. Olyat még én sem csinálok. Fel vagyok háborodva. Megváltozott a pult színe, amikor koszos lett. Igen. Kinek van szülinapja? Csak egyél egyet. Most ő ide jött azért, hogy te socializoljál vele? Én nem tudom, hogy miért jött ide egyébként. Mitől vagy boldog? És meg... Ja, ettél a tortából. Ez Mortimer. Igen. Rendeljek pizzát, ha ma szeretnék enni. Nagy... Kedves, hogy emlékeztetitek. Nagyon szépen köszönöm, tegnap egy órát üldögéltem itt, és szépen lassan bezárt az összes étterem, onnant akartam rendelni kaját, és nem merek új helyről rendelni, mert ugye pizzát én úgy rendelek, hogy vagy vegán sajttal, ahol van, de az bezárt, vagy sajt nélkül. És azt ugye csak egy megjegyzésbe tudod beírni, hogy sajt nélkül kéred, és az új helyek első körben mindig elfelejtik. És leszarják. Meg kéne mosni a kutyádat, Júlia, hogyha befejezted a flörtölést Mortimerrel. Most küldöm haza. Jó, baba, te... De írnom is kéne még ma. De azért fürdesd meg a kutyát. És fel, ez a tapasztalat, ez velem azt mondatta, hogy te soha nem fogsz ezzel egyedül játszani, úgyhogy nem ülök itt melletted és ellenőrizlek. Mire beszélsz, te hülye vagy? Ne haragudjál már, de te mondtad azt, hogy ha elmerek menni valakivel ebédelni, akkor lefekszel a tini lánnyal. Ennél... Én ilyet nem mondtam. Még jó, hogy nem livestreamben mondtad. Várjál, én mikor megyek dolgozni? 10 óra múlva, és nagyon fáradt. Fú, Viktor, elvesztesz mindent, hogyha... Ezt kapcsoljuk már. Felvétel van. Nyilván klippeltek mindent. Nagyon jó egyébként. Ez most kezd egy kicsit olyan lenni, mint egy ilyen nagyon helyhez kötött epizód a Black Mirrorből. Tudod, amikor így vissza tudod játszani. Mi a Entire History of You? Az az epizód, amiben így rögzít a szemed, és így mindent visszatudsz. És vagy beszéltünk róla, hogy... hogy talán ezt nem kellene. Hol a kutyácskám? Itt van a kis. Eli vakarózik. Na, srácok, 4000, ha 5000 mollárunk lesz, akkor vásárolni fogunk dolgokat. Én a kertet akarok építeni, Azt nézd meg, hogy nézel ki. És mi van rajtad? Line cook lettél! Yes! Húha. You're not fun. I am fun. Akkor, I'm just not feeling it. Take... Nincs olyan izé, hogy játszol a fürdőkádban? Szokott lenni. Hát igen, de kiölték belőlem a boldogságot. Lehet, hogy jó, mesztelen vagyok, Júlia. Menj, küldjél. Te vetkőztél le. Küldjél le futni gyorsan. Semmit. Te vetkőztél le. Hangos volt, bocsánat. Mi volt hangos? Kiabálsz? Nem tudom, lehet, hogy kiabáltam.
Ha elmész fel... Nem mondtam ilyet. Nem történt ilyen. Elfelejtettük. Igen, mert az elején játszott a fürdőkádban. Játsszál Bleak Blokkal. Nem akarok Bleak Blokkal játszani. Akkor mit szeretnél? Nézd meg, hogy teljesen készen vagy. Olvasson könyvet. Tényleg teljesen kész vagyok. Mit szeretnél? Nem tudom, felébreszthetlek húzni? Fel, de nem tudom, hogy az fog-e segíteni. Olyan lesz, mint hogyha felébresztenélek húzni. Megvan az 5000 baba. Ó, tényleg. Ja, mert most hazahoztál pénzt. Hazahoztam a pénzt. Jó, bizonyám. Akkor csak, hogy megnyugodjunk, hogy Dávid lesz még fun valaha. I am fun. Elég lesz már a fürdésből. Elinek nagyon viszket a füle néha, igen. Mit csinálsz, kiskutyám? Baba, mi van? Nem vacsorázott. És mennyi idő van? Fél kilenc. Baba, gyere ide, ja, helyedre. Visszajövök ide, jobb nekem. Na, nézzük meg még gyorsan, hogy mi mindent akarok amúgy. Volt az a cucc, azt hol találtam az előbb, hogy... ez az. De gyere, vacsora! Fitness. Tudok workoutolni például? Mondjuk itt kint tudok. Nem? Ja, azt jó, hogyha kitakarítod, ez nem baj. Dávid közben. Jó, akkor most már a fannak, fannból elég lesz. És... Várjál, neked ma kell-e főznöd? Mixology, aha, akkor valamit gyorsan főzzél. Gourmet főzöl? Kis garlic noodles. Elég lesz a single, mert most itt sokkal jó. Nem már! Elin, megint baja van Elinek? Most komolyan mit csinálunk vele rosszul? Semmit, gondolom ez így van beállítva, hogy ez egy ilyen kutya. Nagyon cuki vagy, de menjél inkább. Ki lehet kapcsolni az öregedést? Not so fun with Dave, így van. Not so fun with Geeks. Most elviszed orvoshoz? Igen. Ja, azt hiszem ilyenkor, hogy már történik a dolog, ne haragudjatok. Ez egy jó vet volt, de megyünk vissza. Ilyen gyakran szoktak betegek lenni amúgy? Ilyenkor beteg? Most már ezt megtanultuk a mai streamben, hogy ilyenkor beteg. De mi már ismerjük egymást, úgyhogy nem tudom, miért kell. Nem tudom, hogy miért kell ez. Komforteli. Várunk a vetre. Az a jó, hogy közben nagyon éhes vagyok. Nem baj. Mármint igazából vagy? Nem, ott. Komfortoljad, igen, kiss, pick up. Jaj, ne. Miért rakod le? Csak vedd föl, simogasd. Szia, Dave! Mit kapott Eli enni? Ő most egyféle kaját eszik, egy ilyen trovet nevű tápot, ami... Várjál, a Sims-et kérdezi, vagy a valóságot? Szerintem a valóságosat. Mert kialakult egy ilyen allergiája, és attól viszket egyébként a füle, hogyha nem olyan tápot kap, amilyet egyébként kapnia kellene.
Úgyhogy most itt teljesen új, vagy most már egy jó éve ezt kapja. És ettől fasza. IRL Eliz. Nagyon sokat kell várni arra az orvosra, aki ott alszik azon a padon. A melyikkel rúgsz bele? Nagyon idegesít, hogy lerakja. Miért rakja le? Hát tesz újra. For reasons. De tényleg? De most már nem világít. Felébresszem? Vagy mit csináljak? És nem azért, de mire várok? A ide rákattintottál már? Igen. Hát itt van, hogy wait for pet, vagy wait for pet. Ja, most kijön a weeb, aztán mindjárt csinálja. Nem csinál semmit. Ja, az automatából tudsz olyat vásárolni, amitől meggyógyul, azt írja. Dorina. De nem tudom, hogy mi a baja, nem? Az nem baj? Hát a lába fáj. De biztos, hogy van ilyen make everything great again. Igen, Eli, amikor elmegyünk egy állatorvoshoz, akkor pontosan ugyanilyen komótosan besétál, nyugodtan. Nem igazán stimmel az alakod, nem? Nem, de tiéd se. No. Mire szájában nézel, amikor a lába fáj? Minden meggyógyít? Aha. Te mit mondtál? Mit mondtam? De a tiéd se. És ezzel most miért mondod, hogy rosszat, negatívat mondtam? Hát, mert dagadtabb vagyok az életben, mint ott. Nem, pont fordítva. Igen? Miért nekem azt mondtad, hogy dagadtabb vagyok az életben, mint itt? Nem, pont, hogy akkor... a másik. Miért feltételezed, hogy én a másikat mondtam? Azért, mert nevettél utána. Nem nevettem. Igen, megint a furry weeb. Igen, ebből én fogok rosszul kijönni. Ezekből általában én jövök ki rosszul. She fights dirty. Na jó, menjünk haza. Hogy kell haza menni? Meggyógyult? Nagyon éhes vagyok. Hát kifizettem megint 750 mollert neki, hogy meggyógyuljon ügyesen. 750-be igen, kerül az, és a múltkor is 750 volt. Hát fizethettem volna kevesebbet is, de akkor meg nem lesz. Nem tudom. Miért kék az a kutya? Nem tudom. Ő nagyon de beteg. A múltkor is ő volt itt. Olyan kedves, hogy megvárom Elit. Fáradt, igen, egy kicsit fáradt vagyok. Nem nagyon. De hosszú volt ez a hét nagyon. És ma úgy döntöttem, hogy kiveszek egy szabad napot, de aztán nem sikerült. Úgyhogy majd holnap. Majd. Most meg ki kell fizetnem a számlákat, hát ez így nem lesz jó, gyerekek. Hol vagy te? Nagyon rosszul valahol. Látom, de mit csinálsz? Magadtól főzöl, amúgy, csak mondom. Ezt nem én mondtam neked. Takaríts el össze, Léci. Miért nem eszel? De most komolyan megfőzöd azt, és nem eszed meg? Meg kell enni a maradékot, Júlia, mert tönkre megy. Jó, de közben meg muszáj, hogy főzzél is, hogy... 3 nap alatt 25 óra Steam szárasztó. Nem volt 25. Sőt. Én most hova megyek? Ja, dolgozni. Hát akkor sajnos neked kell ezt összetakarítanom. Délelőtti főzés jó volt. Úgy volt, tegnap megbeszéltük, hogy úgy csinálunk csilisbabot, de aztán végül nem csilisbab lett belőle, hanem bolonyai. Úgyhogy csináltam egy sima bolonyait, meg csináltam egy... mi volt? Szója? Uh-huh. Úgyhogy kétfélét csináltunk, mindenkinek ízlett, nem volt elég sós. De sózni lehet. Nem tört össze semmi, nem esett le a vok, pedig ha valamikor leesetett volna, akkor az pont ma volt. Tensz vagyok, baba. Hát látom. Most próbálok tenni vagy. Dolgokat ellene. Most már energize vagyok, kiengedem a kutyádat. Jó. Az igazi. Most megint nem akar sétálni. De miért? Szia, itt vagyok, bocsánat. De hát te kérted, hogy sétáljunk. De akkor nem tudok mit csinálni.
Na, most már mehetünk. Olyan aggódva nézed a képernyőt, Julia. Nem. Élvezem. Most elvitted sétálni Elit. De valójában csak kiengedtem. Nem. Nem itt. Itt viszed sétálni Elit. Ja. Na, és aztán lassan építünk valamit, mert... Na végre! Jó, csak mondtam, hogy ha majd 5000 lesz, és volt 5000, de most meg megint lementünk 5000 alá. Na, majd mindjárt hazajövök a fizetésemmel. Ja, te jársz még valahova dolgozni? Miért te nem? De, mész is mindjárt. Mindjárt mész. Majd mindjárt nem sokára. Nem tudom berakni a hűtőbe. Hm, érdekes. Na jó, most már gyere haza, mert... Happy! Hát ne edd meg, hanem inkább... Putövei. Hol? Még egyet oda kell tudatni? És addig nézzél Cooking Channel-t, arra gondoltam. Most hol vagy? Nem jössz haza? Én? Igen. Már előbb is szóltam, hogy gyere haza, és nem jössz. És nem akartam. Sajnálom, baba. Elhidegültünk. A Mixology. Mixology-znom kell. Jó, most kell. Mész mindjárt dolgozni, ha hazajössz egyáltalán a kutyasétából, de... És velem fizetted a számlákat? Teljesen mindegy, ugyanaz a pénz. Séfruhában vagyok! Bizony. Jó, már line chef vagyok, ami azt jelenti, hogy a line chef után leszek, hát ha minden jól megy, akkor sous chef, és utána head chef, és utána esetleg kitchen manager, vagyok. És aztán utána... Inspired vagy, akkor, akkor work hard, aha. Jó, jó, tudom, nagyon fáradt vagy, menjél is azonnal aludni. És no fun. Hol van a kutyám? Hol az alakod elég? Már alakul a sévkedéshez. Mi ez a body shaming, gyerekek? Mi ez a body shaming? Hiszen dolgok. De amúgy híznak a... Aha. Tehát ez számít, hogy mondjuk mennyit sportolnak? Vagy mit esznek? Az a helyzet, hogy, hogy Attila bemondta a tutit. Hogy? Ragd már át a postaládát a ház elé. De azt tudom mozgatni? Persze. Te az a mi? Be tudod forgatni? Hát ez... Sokkal jobb, köszi. És miért nincs megint 5000-ünk, amikor most lehetett volna? Mert kifizettem a számlákat. Jó, de én meg hazahoztam most pénzt. Hát... Az... Kevesebbet hoztál haza, mint amennyi a számla volt. Ask on a date. Hol? Legalul. Most meglepődtél, hogy tudok valakit randira hívni? Igen, hogy? Úgyhogy rákattintok, hogy ask on a date. Kit? Hát bárkit, akit ismerek, felteszem. Igen? Nem tudom. Fú, el is mész érte ráadásul. Spoiled. Féltékenység. Lehetsz vega, és akkor nem hízol annyira. Hát, miért nem akad le rólam ez a Mortimer? Nem veszi alapot. Ebből Tini Rány lesz.
chat írta, nem én. Én ilyet sosem hát mondanék mondtad, neked. Ne az én ilyet sosem mondanék neked, Boba. Hát ez miféle érzéketlenség lenne? Szóval Mortimer este 10-kor mit keres itt? Nem tudom, el akarod küldeni? Visszajöttél? Csúnyán. Most jöttél haza és nagyon tensz vagy. Akarsz neki valamit mondani? Nem. Enni akarok, meg pihenni. Ezt gondoltam. Ó, Istenem. Na jó van, te most már keljél fel. Tudom, hogy a REM sleep-ben vagy, de borzasztó kupleráj van itt. És nagyon éhes vagy. Ne arra, hogy segítened kell, mert nagyon rosszul leszünk majd mindjárt ettől. És én meg közben ilyen halok, és nagyon rossz kedvem is van ráadásul. Ugye, kutyám? Mit szeretnél? Nem tudok neked segíteni. Alukáljál. Helyed? Hol a helyed? Helyedre. Helyed. Eli, tűnés a helyedre. Komolyan beakasztottad a lábad a kábelbe? Édes kis kutyám. Fekszik. Gyönyörű kutya. Most táncolok Elivel? Édesem. Aha. Ajaj, inspired vagyok. Írnom kell. És ez miért baj? Nem baj, csak írnom kell. A short story tetszik nekem. Eli Cam stream. Hát most már befogtam Jócsi streamelni, úgyhogy az Eli Cam stream az már nincsen nagyon messze, hogy igazából csak kirakom Eli. Csirke! Kylo, nagyon szépen köszönöm a csírt! Szuper zöld! Igen, ez kevésbé fika színű, mint az előző zöld. Nem! Címet nem írhatsz, hanem azt címet. Most mi van? Gyász vagy, az van. Te aludtál, felkeltél játszani, és visszafeküdtél aludni. Ez vagyok én. Ez vagyok valójában én. Eli, te mit csinálsz ott? Kimásztál félig az ágyból? Hátrébb vigyem el. Te most megint nem dolgozol 3 napig. Addig majd tudsz mindenféle dolgokat csinálni. Én? Jó, majd mindjárt, de... Bright Books. De most ezt meg kéne írnod. De nem akarod befejezni? Please. Mi az? Inspired vagyok. Azért, mert nem adtál neki címet, Júlia. Azért, mert nem adtál neki címet. Mert hogy a két lány és a bögre, az nem folytatja majd saját magát. Mi lenne, ha 0-24-ben menne az Eli stream egy ráerősített kamerával? Azt nem akarjátok látni. Azt nem akarjátok látni. És már újra olvasom üdv ezt a könyvet. Újra itthon. Vagyis, hogy otthon, Dekanor. Ó, Istenem, komolyan. Jaj, ne ragudj. Miért bántasz? Véletlenül bántalan. Mindig elromlik valami. Ouch. Egészség. Nem tűszöntettem, csak majdnem, de köszönöm szépen.
olyan könnyű ez az iCloud backup, mint nem. Gondoltam, nem? Ja, 6,5. Hú, hogy tudja a chat már, hogy hány éves Eli. Ja. Eli beleegyezett az Eli kamba. Azt mondta, hogy két labdázás és egy extra vacsora, és sima. Ezt most egy kicsit hagyd abba, és majd utána folytathatod meg így ilyen. Az a helyzet, hogy egyelőre nem akarunk gyereket csinálni a játékban, mert láthatóan a kutyát is nagyon nehéz életben tartani. Úgyhogy... Meg a könyveket. Oh. Igen. Egyelőre karrieristák vagyunk, be akarunk futni, hogy legyen miből építeni, és amikor már megvan mindenünk, amit szeretnénk, akkor lesz gyerek. Nekem mixologiznom kéne, baba. Igen, fogsz. Nem, study. Nincs olyan, hogy study. Meg abból nem lesz, ha csinálod, akkor lesz. Biztos? Igen. Miért van egy könyv a fürdőszobában is? Mindenhol van egy könyv, nem látod? Béna fej vagyok. És mindenhova lerakom a könyveket. Jaj, most alszom, 2 óra múlva megyek dolgozni. Ja, semmi probléma. Semmi probléma. Hát jó, szerintem most már addig aludni fogok. Szüljünk magyarokat a Sims-ben? Ja, van itt mikor lesz parancs, azt nyugodtan használhatjátok. Itt nem jár érte T.O., mert engem igazából nem érdekel. Azt sem tudom, hogy mi lesz, nem azt, hogy mikor. Arrébb rakom az ágyát. Sosem alszik benne, úgyhogy teljesen felesleges, hogy az van. Pisilek a helyet, hogy csinálnám az italokat? Csinálsz még egyet? A practice szerintem az... De az nem az lesz. Ha nem? Hát baba, ettől nő az én. De a making drinktől is nő. Jaj, mi a bajom? Tom. Mi a bajom? Hogy rossz vizet ittam a hűtőből. Hát akkor miért azt... Eli éhes? Igen. Akkor csinálj már neki ételt. Gourmet pet recipe. Igen? Aha. Azaz. Amikor még Sirius még streamet csak 10-el nézték csak többen. Az a helyzet, drágáim, hogy nekem ki van kapcsolva az, hogy, hogy mutassa, hogy hányan néznek. Tehát, ja. Hogy én azt sosem tudom. Mert az az én hitvallásom ezen a platformon, hogyha 3-an vagytok, ha 30-an vagytok, vagy ha 300-an vagytok, vagy ha 3000-en vagytok, akkor is ugyanúgy viselkedem, meg ugyanúgy örülök nektek. Ajaj. Mi történt? Jött egy levél, amiről, ami nagyon durva, nekem kéne eldöntenem, hogy vajon igaz-e vagy nem, és hogyha igaz, akkor ez a legolvasottabb dolog lehet, amit lehozok, ha pedig nem, akkor... Az a baj, hogy ez alapján ezt nem lehet eldönteni. De én nem fogok lehozni egy olyan levelet, amiről nem tudom, hogy igaz-e vagy. Így van. Ha nem lehet fact-checkelni, akkor nem szabad. By playing it safe, Julie avoids any damage to her career, of course. She also does not... Ja. Does no specific duties career. Hát inkább ez legyen, nem? You reached mixology level 4. A bölcsesség parancsot is tudom javasolni mindenkinek, ott mindenféle életbölcsességet találhattok. Például az ilyeneket, hogy légy a legkisebb fasz, aki nem jutott. Legyen meg most már. Ezt az élet mondta. Isten, de lassan akar meglenni. Na. Tudom, hogy éhes vagy, Eli, mindjárt adom, esküszöm, csak nem tudja befejezni a mixologit. Nagyon igyekszem. De már tudod, mióta van, hiányzik annyi abból? Nézd meg.
Jó, baba, ilyen hal a kutya. Aaaaaah! Julie can now write screenplays! Oh yeah! Megfilmesítheted a két lány és a bögrét. Hát azt is igazából. Na most szia, Sumi! Elég lesz. Na jó van, nem bírok veled. Az abban a streamben volt, amit néztem szombaton az úton. Nem tudom. Az utóbbi 3 hét, amióta csinálom ezt a Twitch-es dolgot, az nekem úgy folyt össze, hogy fogalmam nincsen, hogy mikor mi történik. Na jó, hát én ezt nem bírom veled. 5 kvót van jelenleg. De majd még rakunk be, mert azóta született egy pár. Majd a reggeli. Holnap lesz Pod of the Morning. Úgyhogy csak egy kicsivel később, ilyen 10 óra fele. Ti se akartok felkelni, én sem akarok felkelni. Úgyhogy holnap lesz, és akkor együtt megcsináljuk majd a badge-eket, meg beírjuk a kvótokat, meg beszélgetünk a jövő heti dolgokról. Mert jövő hét, az tele van. Na Eli, gyere már ide. Ott a kajád a föld. A GTFO, én nagyon-nagyon élveztem azt a játékot. Tényleg nagyon élveztem. Főleg Viktorral, Levivel, meg Kacival, mert hogy mindannyian lassabb játékosok vagyunk, mármint hogy ők mindannyian lassabb, megfontolt játékosok, én sokkal kevésbé, de úgyhogy én nagyon élveztem velük a közös játékot. Ja, 3 hete kezdtük el körülbelül csinálni. A lalfalt lesz az utolsó szavam a főnökömhez, amikor eljövök végre onnan. A lalfaltban az a jó, hogy bármire tudod használni. Bármire. Egy lalfalt emót. Hogyan tudunk lalfalt emótot csinálni? Julcsi nagyon vidáman játszik, imádja ezt a játékot. Én tudom, hogy nem látszik, bocsánat. Nagyon élvezik, kicsit csak... fáradt vagyok, koncentrálok, és most észrevettem, hogy nagyon fáradt a szímem, és közben Elin nagyon koszos, és most egy kicsit overwhelmed vagyok a feladatokkal, miközben minden helyiség tele van könyvekkel. Mint amikor ez tényleg 3 kattintás, csak Julcsi nagyon rástresszel erre. Igen, úgy, mert én ezt én komolyan játszom. Komolyan veszi, abszolút. Na menjél aludni, jó? Mert baj lesz. Lesz GTFO, próbálunk egy olyan alkalmat találni, ami mindenkinek jó, igazából. Kivéve D&D-ben, hát nyilván. D&D-ben én vagyok inkább a megfontolt. Megbeszéltük, ugye a Levieknek most, vagy Levinek most vasárnap lett volna jó, de Viktor nem streamel vasárnap, meg Kaci sem ért rá. Úgyhogy majd a jövő héten keresünk egy olyan napot, ami mindenkinek jó. Én amondó vagyok, hogy Viktornak egyébként szerdán vannak ilyen co-op streamjei, úgyhogy lehetséges, hogy a szerdát fogjuk erre majd belülni. De azt is csak később, főzés után. Simszesport. Ja, hogy neked kéne fürdened, igazad van. GTFO nézőkkel? Hát ez egy négyfős csapatos dolog, úgyhogy szerintem biztos lesz majd nézői játék valamilyen játékban, de nem gondolnám, hogy a GTFO lesz az. Ja. A Nemesis stream elcsúszott, mert 4,5 órát tudtunk volna csak streamelni, és megmondom őszintén, hogy én nagyon féltem attól, hogy a szabálymagyarázattal együtt nem fért volna bele ennyi időbe, és sietni ezzel semmiképpen nem akarok. Úgyhogy végül azt beszéltük meg, hogy kedd délután, de akkor Szirmai Gergő, a roleplayeres Gábor, Kaci meg én. Tehát négyen fogunk majd nekiállni. Best with 4 players, ez a mondás, úgyhogy mindenképp szerettem volna, hogy nem 3-an ülünk neki, ahogy egyébként neki tudtunk volna, hanem akkor megvárjuk Gerit is. Hearthstone Battlegrounds a nézőkkel, ilyet lehet? Lehet olyat, hogy Battlegrounds azon nézze? Megnéztem, lejátszottam a tutoriált, úgyhogy most már vágom, hogy mi az a Battlegrounds. Kicsit el vagyunk csúszva.
Jó, ilyet játszunk majd. Ilyet mindenképp játszunk majd, csak előbb hadd szokjak bele egy kicsit a játékba. Jó, hogy barátnak kell lennie. Jó, hát mondjuk... Felvehetlek titeket, majdnem mindegy egyébként, mert offline vagyok általában. Na, mit szólsz? Eljött az idő a vásárlásra, mit szólsz? Eljött az idő a vásárlásra? Majdnem 6000 pénzünk van. Oh yeah, az mit egy vegyünk? Tévé. Mit vegyünk szerintetek? Tévét? Ja, hát most... várjál, szavaztassuk meg. Jó. Tehát, hogy támogatni lehet ugye az én karrieremet, mondjuk számítógéppel, vagy nem tudom mivel, ha van, tudjátok, hogy mivel mondjátok. A tiédet mondjuk más grillel, vagy új hűtővel, de ugye a szabadidős projekteket is tudjuk valamivel. Vagy legyen csak új tévé. Vagy legyen olyan, hogy csak így berakunk dolgokat, hogy egy kicsit otthonosabb legyen, igen, mert igen. Ez most nem az. Vagy csináljuk meg a kertet. Hát nem egy dolgot, most figyelj, most van 5700 dollárunk, hát nem szerintem egy, nem. 3000-et simán elkölthetünk. 3000-et simán. Sokkal többet nem, mert Eli beteg az 750, a számla az megint 700, úgyhogy minőségi ágy kell. Aha. De ez egy 2000 dolláros ágy. Igen, a kert az jó lenne. Kertbe. Mit lehet venni? Megnézzük, mit lehet a kertbe venni, jó? Én nem tudom például. Hogy itt lehessen ilyen fun dolgokat csinálni, tudjátok, mert most elég szomorú ez a grill terasz, én azt mondom. A grill terasz az nagyon szomorú, azt én is le akarnám cserélni, hogy legyen faszám. Outdoor activities. Ezek ilyen föld dolgok. Az mi? Az ilyen... Look at me, monkey bars. Hottab. Ez 3000. Nagyon drága. Lehet, hogy nem egy hot tubot kéne venni, amikor egy ekkora tévét nézünk. Nem, mi nem a pénzre megyünk, és ez már hoppá. Ez már először is látszott, hogy nem arról lesz itt szó, hogy iszonyatosan gazdagok leszünk. Nem tudom, figyelj, a kávéfűzőt nemrég cseréltem rá. A hűtőnk nem a legrosszabb. Az ágyat megnézheted, hogy van-e, ami sokkal kényelmesebb a miénknél, de... Én olyanokat szeretnék például kitalálni, hogy ezeket át tudom-e színezni. De jó, az nagyon jó ötlet, hogy kertészkedsz, és akkor a saját alapanyagokat megtermeled, és az tök jó neked. De te vagy a kertész. De neked kell a kaja miatt. Tehát, hogy én szerettem az outdoors dolgokat, de hogy az bármi, tehát együtt is csinálhatjuk meg külön is, de hogy jó. Ez neked is jó. Szerintem szobrot ne vegyünk. Biztos? Minek? Mindjárt megnézem, hogy milyenek vannak. Sütőre mehet egy upgrade? Aha, nézd meg a sütőket szerintem, az tényleg. Biztos számít. A sütő az tutira számít. Egy sütő upgrade. Úgy imádok digitálisan pénzt költeni is. És így tényleg tök más amúgy, hogy megdolgoztunk érte. Ezek a modulkonyhák mennyibe kerülnek soha? Modulkonyha? Hát, igen, nem így kész van. Hol vannak? Nem tudom. Itt. És. Nem néz ki jól. Nem nagyon. Szerintem a konyhánk elrendezésével nincsen baj. Nincs, tehát, hogy ez nekem tetszik. Szomorú. Hát mondjuk, nagyon. Amúgy a székek nekem, tehát ez a bézs, fekete dolog ízé, ez nekem is tetszik. Szeszárom, evőivó haver. Mondjuk az íróasztó baromi ronda, azt nem tudom, mire választottad. Mert olcsó volt, és belegélteltél, mert rád költöttük a faszíróasztal. Aha. Faszíróasztal? Ezt jól hallottam? Hol vannak a fán dolgok? Azt mutasd meg nekem. Ja, sütő. Az, de mennyire jól néz ki pedig. Ez? Nem. Azok. Hát nyilván ez kéne, hogy igazi sütő legyek. Ez ennyi sütő? 13000. Hát az 1000... Ez ilyenünk van, ez van nekünk. Nem, ez ezt adta, van. Nem, mert vettem egy jobbat már azóta. Igen? Igen. És akkor... Vagy nem? Nem. Ezt adtam el. Nem vettél nekem szart se. Az évszakok kiekben elég sok fun dolog van. Functional while egy szavazottan nyert a kert.
Nyert a kert. Aha. Nyert a kert, akkor... De... Jó, de azért egy sütő... A sütőt muszáj venni, gyerekek, különben sose leszek szakács. Nincs olyan sok dolog a kertben, mint én gondoltam. Tudjátok, a régiben volt ilyen, hogy tollas pálya, meg tehát, hogy ahogy így tudtak mozogni is, meg fun is volt, meg ilyen tök jó dolog itt, meg vagy csak nem találjuk. De nem, van itt ilyen. Oh, pool, de ez csak pool. Az... Drága a mondjuk pool? Mondjuk az se rossz, mert hát akkor úszhatnának. Aha. Hát valószínűleg elég drága. 860. Jó, hát annyit megér nekem. Ne. Jó, abban már lehet úszni. Hát azért ennyit húznék rá még. Jó, vagy kéne egy ilyen belemászó. Ezt vegyél bele. Erre. De hát az, a medence az kert. Most miért? Hát a medence totál... Hol van a medencétek? A nappaliban? Mit szeretnétek pontosan a kertbe? Szerintem fákat. Én például fákat. Jöhet. Ó, de szép fenyő. Ez örökzöld. Szép nagy. Elfoglalja a fél kertünket, nem? Kicsit elfoglalom. Nem bánom annyira, csak egy kicsit, de... Valami kisebb fenyő. Kisebb fenyő? Ez például... Ez egy magnólia. Hát jó, de... Ez jó? Szerintem szép. Mondjuk fánk az már van, akkor inkább ilyen bokor, vagy virág. Ez nem az. Az minek? Hogy úgy nézzen ki, mint hogyha ebolás lenne. Ez zseniális. Jó, nekem se tetszik. És a bokrok hol vannak? Azért van Petikon, mert azzal a kiegészítővel jöttek azok a fák. Ó, Júlia. Mi van, oszlop? Ez mindent megváltoztat. Most viccelődsz. Veszel a medencébe egy belemászót? Mert így nem tudjuk használni. Nincs. Mi ez? Fény, az is olyan jó. Ez nagyon drága ám. Ezt tudod? Mennyi? 200 dollár. Jó, akkor csak így belemászom. Szerintem... Miért nem jó? Nem fordítva kell menni? Lehet, hogy kell valami... Ja, kell a padló oda, ahol van a belemászó. Ja. Az nem az, hanem a menjél oda a csempéshez? Pull trim. Színezed a pult. Aha. Nem, csempe. Vagy padló. Igen? Jó, és egy simát, csak egy simát rakjál oda, ahova akarod. Nem belülre, kívülre. Mit csinálsz? De belülre is kell, nem? Dehogy is. Szerintem belülre is kell. Nem. Nem? Magasabban van a medence. De te ezt hogy érted? Hát akkor mit kell csinálni? Olyat mindenképp tegyél oda, hova akarod a lejárót. Ja, hogy ilyet? Hogy így körbe? Nem kell körbe, csak ahova a bejárót akarod. Nem kell körbe. Vagy csak nézzük meg, hogy ez a probléma. Ja, ez a baja? Nem ez a baja. Akkor mi a baja? Kell neki lépcső. Lépcső kell a medencébe? Igen, mert ugye meg van emelve, és... Jó nagy medence. Úgyhogy ide kell csapni neki egy ilyen kis marvány lépcsőt. Ez elég furi. Jó, ez nem jó így. De most meg nincsnek, most meg nem tűnik olyan magasnak. Most próbáld meg oda tenni most. Most megpróbálom, lehet, hogy csak bebagolt. Aha, csak bebagolt, jól van.
Amúgy körbe lehetne rakni valami szép csempével, vagy ilyen járó. Au! Oh, begörcsölt a lábam. Au! Bocsánat. Begörcsölt a lábad? Ó, Julián. Ja, hogy nem kell létra? Hát de akkor hogyan ölöd meg? Ha egyáltalán nem kell létre. Nincs olyan szép fa kívülre. Ezt nem merem lerakni Julcsi nélkül. A... Spóroljunk. Ja, be is kimászik magából, nincs ennyi. Kiveszik a fánt. Mindegy. Hát ezt most már körbe rakom valamilyen csempével. Ez tetszik. Nem. Hát legszívesebben egyébként izét raknék oda, valamilyen fát. De azt hiszem, hogy ez lesz a megfelelő. És van ilyen utacska, tudjátok, amivel így be lehet. Jaj. Uh-huh. Olyan kis, tudod, olyan kis utacskát szeretnék. De azt tudod, hogy most nem aszimmetrikusan csináltad körbe? Ó. Oh. De hogy pont, hogy aszimmetrikusan csináltam. Ja, igen. Várjál, van itt valami olyan, ami máshol. Jó, leszarom. Ez volt szárító, az? Szárítógép. Júlia, ne löködje. Ez így jó, nem? Jó. Nem tetszik? A mintája nem, de ezzel nincsen semmi probléma. Helyes. Maradjon így. Na, belefér, most már nem fér bele egy sütő, úgyhogy szerintem hagyjuk. Már megvettem a sütőt. Vettél sütőt? Vettem a sütőt, mielőtt elkezdtük, igen. Ja, jó. Akkor szerintem, hát valami bokrot vehetsz, az nem olyan drága. Ott az a harmadik például. Kis türelem. Nem akarunk egy lámát? Nem akarunk egy lámát. Ilyen kis ösvényt szeretnék. De annak semmi értelme nincs. De, mert így... Mi az, hogy kikoptatod a füvet? De abból látszik, hogy... Na mindegy. Csinálhatom én, vagy nem csinálhatom én? Napágy. Az amúgy nem rossz ötlet. Ilyet csinálhatok? Olyat nem. Meg nem rakhatod rá a csempére. Tudod, csak mellé. Ez kicsit nagy lesz. Vagy tudod mit? Egy fa árnyékában. Egy fa árnyékában lehet ott. Mi? Jó, ez nekem nagyon tetszik. Egy napozó ágyat. Hol van a napozó ágy?
Nem tudok alá berakni semmit. Most nem tudom, mondjátok meg, hogy ti emlékeztek el, mert én úgy emlékszem, hogy nem a legolcsóbb sütőt vettük először, de Dávid meg azt mondta, hogy igen. A legolcsóbbat vettük. Át lehet állítani a nappalra a fényviszonyokat ott fölül. Hát állítod. Jobbra, jobbra, fönt, nem? Középen? Ó. Oh. Király! Meg engem zavar bútor ez a kerítés. Rész, kültéri bútor, van egy ilyen. Engem most nem tudom, hogy az azt vettétek alatt melyikre gondoltok a legolcsóbban. Jó, oké. Akkor most végre upgrade-eltük igazából, mert most az egyel kevésbé legolcsóbban. Mit csinálsz? Arra gondoltam, hogy végig mehetne ez a sövény, nem? Ja. Mert hogy ez olyan... meh. Kicsit. Jó. De hogy legalább erre az oldalra tudod, ahol így nem lát senki. Opa. Oda raksz valami kis bokrot a kis veteményesen mellé? Csak valami, bármit. Nem kell, hogy drága legyen. Na, kisebbet. Wild grass is jó. Nem láttam. A második? Ez? Uh-huh. Az egy lámba alakú bokor, igen. Ó, hedgerow. Jaj, de szeretem az ilyet. Nem tudom, mit csinálok. Egy napozó ágyat keresem. Először növényezek, és aztán utána... Nem, sokat fogsz még növényezni? Most ez baj, ha növényezek? Nem, csak... Akkor rakja valami virágosat is. Miért nem csinálhatom úgy, ahogy akarom? Jó, van, csináljad. Ezt így rá tudom folyatni. Mert a... De oda miért akarsz rakni már? Szerintem ott nincs semmi akkor hely. Akkor mit akarsz? Hát ott még vannak helyek, ahol rakhatod. Oda a sarokba, oda végig. Aha. Úgy. Az a harmadik tetszik, azt megmutatod? Az a negyedik. Igen, mert az olyan kis visszafogott. Ez így? Szép. Ez csúnya. Azt se tetszik. Jó, bébé, most már nincs olyan sok pénzünk, úgyhogy most már... Hagyjam abban a növényrakást? Igen, igen, légy szíves. Jó, mit akarsz? A napozó ágyat még nézd meg, légy szíves, mi van. Bútorok, és ha drága, akkor hagyjuk. Igen, és kültéri. Itt nincs olyan... Itt ha lebont, menj vissza oda a bútorra? Hát itt van a bútor. Jó, de ott nem, ott a helyiségek vannak. Soha, és akkor kültéri van olyan, hogy outdoor. Vagy komfort, komfort. Hol látod? Legens. Uh-huh. Outdoor furniture. Itt van. Nagyon drága. Nagyon csúnya. Milyen színű van még abban? Ebben? Nem, az olcsóban. Ez nem a barna, jel. A barna az jó, nem? Aha. Viszont akkor lehet, hogy ezt meghosszabbítom idáig. Nem? Nem. Rakhatod oda. Úgy is jó szerintem, nem? Jobban örülnék, hogyha... Akkor hosszabbíts. Én is kapok egyet? Kapsz. De akkor már csak hosszabbíthatsz, mert nincs pénzünk. Jó. Nem az volt az? Nem emlékszem. Nem? Na, valamelyik jobban tetszik innen? Hát biztos valamelyik jobban tetszik, de nem az. Az így. Egyébként azért medencét választottunk, tudom, hogy tök randomul néz ki, miközben
bútoraink sincsenek nagyon, mert szeretünk úszni, és ez egy tök jó ilyen... Igen, ebbe például... ebbe például hatalmasat lehet úszni. Hát biztos, hogy lehet benne úszni. Nem marad pénz a számlákra! Majd bejön a csok, gyerekek! És akkor majd minden rendben lesz. Na, most például... Na, ó, mutasd meg a traitjeimet! Hol, melyiket? Aha, ez, ezokat. Nem? Ez. Cooking az jó. Igen, hát a fitness kéne javítani, a comedy-t meg a karizmát. Ez engem nem érdekel annyira. Happiness, logic, mixology, pet training, videógém. A videógémben már 7-es vagyok. És valami nem jó amúgy, éhes vagy. Mit szeretnél? Grillezni? Itt főzni? Gurmét főzni? Gurmét főzni. Látod, mert ezekhez... Aha, jó, akkor viszont csináljunk már oda egy nagyobb kertet, amiben én tudok dolgokat csinálni. De nem kell hozzá, hogy nagy legyen, oda is lehet csinálni, csak simán. Te tudod azt mondani, ha? Hogy purchase seeds, és akkor... Starter vegetables. Ott. De egyébként nekem az inventory-ban szerintem vannak ilyen dolgok. A Simsnek nagyon jól megy a videójáték, valószínűleg sokkal jobban, mint nekem a Sims. Én sem tudom, hogy mit csinálsz. Mit csinálsz? Elég lesz a karizmából. Ilyet nekem még soha nem mondott. Hogy elég lenne a karizmából. Mert nekem, nézd, itt vannak ilyen dolgaim. Ezzel például... Mit tudok csinálni? Ez olyan rossz volt, hogy kitilteltem saját magamat. Nem tudom, mit mondtál. De mi van? És most magától jött úszni. Akkor tudod, mit ússzál? Eladhatnád a festményekhez. A mostantól minimum heti rendszerességgel lehetne Jócsi Simstream. Egyáltalán nem kizár. Minden nap ezt akarom csinálni. Nem tudom eladni a festményt. Ja, de mi lesz így a csatornával? Elnevezni tudom, látjátok? Hát, de el kell nevezned, mielőtt eladod. Össze-vissza kattintok? Hogy érted azt? Meg hogy elinézi, ahogy eszel. Van egy kis kőműves dekoltázsa a karakterednek. Ja. Majd most nem szólok be, mert akkor... Inspired vagy! Mit szeretnél csinálni? Nézel egy kis cooking channel-t? Ja, a kondigépet be lehetne szerezni. De attól nem csak még inspiredebb leszek? Nem tudom. Te akkor főzöl inkább? De mi az, ami most nő? Nem tudom, szerintem beragadt. Hát akkor... Create Sims find that inspiration comes from... Aha, Good Sims lost... Mit szeretnél? Hát, csinálok egy jó italt. Jó finom italt. A két stream volt eddig ebből a játékból. És előtte én a Sims 2-vel játszottam. Szerintem Sims 3-mal nem is. Ez nem Eli, ő szeret úszni. Azt hiszem, Ellie can get inexplicably obsessed Istenem, about things around the house. Vagy. De cuki vagy. Látjátok, ezért kellett venni egy medence. Ez volt a medence. Lényege. Neked mi a bajod már megint? Az, hogy mikrós kaját ettem, de nem tudom én. Amúgy a mikrót mi lenne, ha kidobnánk? Egy ilyen gurmé háztartásban nincs szükség mikróra. Kidobhatjuk. Figyeljünk, hogy bele ne fulladjon. Ez csak vicc, vagy tényleg erre van lehetőség?
van lehetőség. Hát, úgy értem. Úgy látom, hogy ez nem fun számomra, úgyhogy inkább olvasok. Vagy megírhatnád a két lány is egy bögre. A Lord of the Swings-t fogom olvasni, de most nincs jó kedvem. És? Ötözzél már föl. Jó az. Fú, baba, nagyon meghisztál. Nem, szerintem ilyenre csináltuk a karaktert. Nem ilyenre csináltuk a karaktert. De hát nekem a fitness trétem nem is rossz. Akkor hogy hízhatok? De elég rossz. Nem, hát minden nap kell, nem? Nem tudom. Bizony. Terhes. Hogy lennék terhes? Nem arra kattintottunk. Csak fan vuhu volt, nem baby vuhu. Te most tök jól érzed magad, nem is dolgozol. Preparáltél fut. Mit szólsz, ha te is swimmelsz egy kicsit? Úgyis el is ott. Mit akarsz ezzel mondani? Pacsál a vízben? Jaj, de szeret. Imádja a vizet. Te miért állva olvasol az Isten ágyomban? Mikor fog ez? Vécé is koszos, minden koszos. És most... De hogyha... Ja, hogy a mikrós kaja miatt vagy. Igen, de már kidobtam a mikrót, úgyhogy több ilyen nem lesz. És mi van? És te most nem tudsz magad amit kezdeni? Inspired vagy. Akkor kukoljál something. Menj lejjebb. Hopp hopp, pasta primavera. Any herb, de nincsen herbünk. De van. Mert én már csináltam herbot. De az én inventorimban nincsen benne, nem? De nem számít, hát azt írta, hogy van. Ó, oh, primavera! De tudom, most nekem is be. Ha már nem beszélünk, akkor Dave, a te karakterezésről, mint generáláskor. Igen. Vegyünk egy valamilyen kondi dolgot? Csak ráül, azt... Jó idő. Megpumpálja. Én már az ágyban eszem, tehát hogy most már ott tartunk, hogy effektív az ágyban eszem. Ha vennénk egy asztalt, akkor ennének normálisan amúgy? Nem tudom. De ha vennénk egy asztalt, akkor nem olyanok lennének, mint mi. Leütsz mellém az ágyra kajálni. Hát, milyen weirdo couple vagyunk. És ezt leraktam az éjjeli szekrényről. Weird stuff. Poems lovelier than trees. A két lány és a bögre az 196 dollárt hozott ebben a hónapban. Igen, nagyon közel vagyok a bestsellerséghez, látod? Nincs mielünk. Na, mit szeretnél csinálni? Vegyünk kondigépet? Vegyünk egy kondigépet, mert dagadt vagyok. És az hol van? Meg te is. Living room? Vagy játék? Nem tudom. Az audióban lesz szerinted, hát, baba? Hát nem tudom. Hol van? Activities and skills. Fogyni akarsz, akkor fuss. Irány a város, ne vegyetek? A festőállványra kell kattintani. A festőállványon lehet kondigépet venni? Nagyon meg lennék lepődve. Melyikben volt? Oda idegesítő lehet ez. A melyikben volt? Aha. Ja. De ez tök gáz, nem áll? Hát menj el futni, olyan szép környéken lakunk. Menj el futni. Go jogging. Dagadtan fogok meghalni, gyerekek. Nem go jogging, hol van Eli? Egész család egészségére oda kell figyelni. Hol van Eli? Gyere ide, kutyám. Ugye nem fulladt meg. Ja, eszik. Jó, akkor lehet, hogy ne vigyük joggingolni evés után? Ez egy pixel kutya. Ez szerintem lehet. Jó, de már kétszer volt beteg, úgyhogy... Oké.
Most el akar majd menni sétálni, baba. És te alszol. De miért nem alszom akkor már rendesen? Mit szeretnél? Tényleg, hú, de koszos vagy. Jó, amúgy is ebben lenne baj, ha felkelnék. És megyek dolgozni is mindjárt, úgyhogy... 22 óra múlva mész dolgozni, hát de azt tudod, milyen hamar eltelik, ha most elviszem el itt sétálni. Jaj, nem ezt akartam. Van konditerem. Nem ezt akartam. Vince, nagyon szépen köszönöm, hoy ajándékoztál egy szabot Viki tokennek. Ez a 8. subgifted, egy állat vagy. Viki, te pedig használj egészséggel a kis emótjainkat. Életem. És Szetinek is ajándékozott egy szabot. Na, Vince! Vince, hagyd abba! Elképesztő vagy. Szetinek is ajándékozott, ez a 9. subgifted ezen a channelon. 3 hét alatt. És pont Szetinek? Nem ismered eléggé? Ó, Szeti, te miért nem vagy itt moderátor? Bocsánat, egy pillanat. Parancsolj! Jaj. Hoppa. Vas szikor lesz bizony. Elraknád a könyveimet, ha megkérlek szépen. Túl óra közben nézem a streamet. Most miért vagy uncomfortable, amikor most nepeltél egyet? Hát azért, mert nem megfelelő nep volt ez. De az előbb azt mutatta, hogy tök jól vagy. Még azt is rakd el, léci, ha már itt vagy, utána játszhatsz igényre. Ne sőt. Faszogass! Valami villog. És a 10. subgifted, Vince, nagyon-nagyon durva vagy, nagyon szépen köszönöm. Decanor kapta, ez random volt. És Decanor, üdv a családban. Ilyenkor nem tudom, hogy mi alapján osztja egyébként ki. Szerintem, mondjuk én nagyon örülnék, hogyha ilyen, tudod, ilyen interakció alapján, meg hogy mennyit nézett, szappont alapján, vagy nem szappont, hanem ilyen csatornapont alapján. Ez csinálja nagyon hosszú ideje. Eljöttem ebédelni a barátommal. Kivel? A haveroddal. Én jöttem el? Elhívtál és mondtam, hogy jó. És most elmész pisilni. Ő meg besétál a konyhába. Kezet mosni. Az micsoda? Hát... Ezek a tini gyerekek. Redesok gótok. Istenem. Nagyon-nagyon durva vagy, Vince, tényleg elképesztő. Jó, és akkor most lemész, és megtalálod a helyed? Jelen se kell lenni. Hol a haverod? Én most ide jöttem, for reasons. Hát elhívott téged enni a srác. De ő fizet? És te is ide jöttél kezet mosni, bemész a konyhába. Nem tudom, hát... Nem tudom, hogy fogtok enni. Te mit csináltál? Lejtettél valamit, haver? Valószínűleg igen. Miért álltál oda a bárpultos bárcsávóhoz beszélgetni? Mordred, üdv a kis családunkban, jó barát! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a Prime-odat! Neked szól a Sexy Dave meg az Eli a cseten. Lamarck, a
Több olyan helyre kaptam számkétszer, 5 percet voltam, aztán többet sosem. Akkor valószínűleg, hogy ez ilyen teljesen random. Szia, Peggy! Ó, French toast. Abból egy fél harapást tudok enni. Az annyira istentelenül édes. Dave, jöjjön már össze valakivel, ne legyen már szingli. Bizony. És te mixologisttal beszélgetsz. És tanulok? Remélem. Kezdesz nagyon fáradni. És miért vagy büdös? Nem is ilyen, nem te vagy. Úgy láttam, mintha belőled jönne a zöld. Nem is hova mit? Kiviszed a szemet? Bezzeg otthon! Nem figyeltem, miért vagyok lebaszva? Kiviszed a szemetet, de otthon nem. De az a baj! Én még egy étteremben is kiviszem a szemetet, láttátok gyerekek. Láttátok már otthon szemetet kivinni? Igen. Őszintén láttak. Láttak, mert még én is emlékszem rá, hogy vittem ki szemetet. Hát én nem emlékszem. Én emlékszem. Nagyon jól emlékszem. Most mit csinálsz itt? Eljöttél a haveroddal? Hazaviszem, mert éhesek vagyok. És aztán igazából nem vacsoráztál vele. De kezdesz nagyon elfáradni. Nem tudom, mit szeretnél csinálni. Santoróéknál is én viszem le a szemetet. Nem értem a problémádat, Julia. Most nem tudom, hogy mi történik itt, mert eljöttél vele enni. És most úgy csinál, mintha valamit éppen tanulnál, de hát nem értem, hogy van. Nem tudok nem úgy nézni erre a játékra. Ide jössz és most elmegy. Nem, mert valójában leszarja. Friendly, hívjon meg. Invite to threesome. Mi a kajáról beszélgetünk? Igen. De most megint elmentél kezet mosni. Ez tényleg te vagy az a karakter. Nem nyújtál semmihez, nem ettél, nem ittál semmit, de elmész újra kezet mosni. Na jó, szerintem menjél haza, mert ennek nem sok értelme van, ami most történik. A messzelengedés a tini lánnyal való telefonálás között. Milyen tini lány, gyerekek? Nincs itt semmilyen tini lány. Tényleg nincs. Nem vagy meg tini lány. Nem vagyok, hál' Istennek. Pick up a guitar while on a piano to give the gift of music to your Sims. Nem hiszem, hogy van bennük bármi tehetség irányú, úgyhogy... Nagyon régen beszélgettünk, úgyhogy... Let's chat. Úgyhogy most hullafáradtan oda kell mennem, és azért, bright and azért day. Azért hullafáradt nem vagy. Mindig te mondod, hogy az csak sárga. Hát sárga fáradt vagyok. Nézd meg! Elkezdtünk beszélgetni, és azonnal narancssárga. Most nem látják, hogy hogyan alszik Eli. Lie about career. Ez miért van itt? Wabarani Bayumi, Cebu on a mop, Ebony Flurba. Nézd meg, megmasszírozlak. Megmasszírozol? Igen. Hát ez elég jó felség. Anda Baglafi, Shunke Bwapso. Eli? Csak hogy megvagy-e? Hol van Eli? Úszik életem. Ezt nem akarja. A backupolni a telefon. And Froby Seabrum. Fenoy? Alfonso. Miplum Rimple. Bakoya Shapum. Cranky Hisma. Nem vagy éhes. Jó, új, a kutyát meg kéne fürdetni. De amúgy tudnék enni. Nem akarunk enni? Lehetünk. Na jó, akkor menjél inkább aludni. Eleanor, ne haragudj, de muszáj fürdened. Tiru, Swaybee!
skip backup. Jaj, azt már ne idd meg. Jaj, Viki, mi történt? Jaj, fáj a hasad. Nagyon-nagyon sajnálom. Nem tudom, hogy milyen dokihoz mentél, de aki megrántja a vállát, ahhoz ne menjél többet. És a hasfájás az jó esetben, vagyis hogy a legtöbb esetben szerintem most, mert tényleg valami ételallergia, ami ilyen teljesen random alakul ki. Nekem ez a tejfehérje dolog, ez ilyen, hát nem egyik napról a másikra, de azért elég izé volt, nem? Igen. Tehát, hogy ilyen elég hirtelen. Elkezdett fájni egyik napról a másikra a hasam valójában. És egy jó fél év volt, mire kiderítették. Úgyhogy ilyen hogy hívják azt? Nem allergia vizsgálat, hanem így végignézik benned a dolgokat, hogy mi az, amit meg tudsz emészteni, mi az, amit nem tudsz emészteni. Még a szívem is éhes. Megint este 10-kor fogunk enni, baba. Julie finished writing an entire book! Mit keres ott egy könyv, Julia? Az nem könyv, az zöldség ma. Ja. Nekem meg kellene csinálnom azért herbologist skillt, nem? Aha, csak most éhes vagyok, hogy most éppen főzöl magadnak valami gurmét. Gurmét főzök meg? És akkor majd utána. Don't starve together! Ó, cheddar csajtos tejfölös palacsinta. Attól én lehet, hogy nem lennék nagyon jól. Most ezt tudom, hogy fura, mert 9 óra múlva megyek dolgozni. 60 éves kora körül elmúlik. Hova mentek az orvosok? Nem hajlandó elküldeni a tejallergia vizsgálatra, mert ha bajom lenne, kiskoromtól lenne. Ha! Még előtte... Dévet küldjétek el futni, mert úgy néz ki, mintha megette volna Dévet. Most hol vannak a magok? Én ezt nem értem. Az inventoryban, nem? De nem, itt volt, és mondtam, hogy bontsd ki, és... De az inventoryban megnézted? Ja, hogy ez már így kész van akkor? De mert először itt... Tehát itt most nem tudsz semmit csinálni. Hát vegyél még másfajtát. Herbet. Jó drága ez amúgy. Hát, 35 dollárban valamikor ki vagyunk tömve, mint a gép. Kis túlzásnak érzem ezt. 15 perc és 4 nap között ingadozik. Micsoda? A tejfehérje allergia. Te angolul vagy magyarul használod a telefonod? Nem tudom, angolul használom. Nem tudom. Mi az, hogy nem tudod? Hát nem rémlik, mert hogy reflex, vagy rutin, vagy na. Tudod, dolgok. Egy PIN kódot. Tényleg nem nagyon lehet úszni ebben a medencében. Így lehet benne csinálni. Nagyon vicces. Be kell másznom az asztal alá. Jó. Jaj. Jó van. Na. Tudom,
tudom, hogy most éjszaka van, de... De hát most mit csináljak? Nem... Nem akar annyira. Nem vagyunk álmosak. Azért egy kicsit majd még lehet, hogy ledőlök, de... Ne igy el kávét, éjszaka van, aludjál. Te mit csinálsz, kutyám? Két óra múlva megyek majd dolgozni. Te csak két nap múlva mész dolgozni. Mit csinálsz egyébként? A wifi kódot írom be. Ja? Jó. Elikém, mit csinálsz itt, menő? Most alszol el? Most, hogy reggel van? Szép munka. Nekünk már nem probléma ez a... Ez már ilyen Touch ID-s dolog. Mit kell csinálnom? Én mit csinálok? Te még két napig nem dolgozol, úgyhogy eldönteted, hogy mit szeretnél. Preparálhetsz mealt is, de mehetsz kondizni is. El fogok menni kondizni, Júlia, mert baj van. Actions? Szerintem menj el futni Elivel, mert az neki is jó, meg neked is. Jó. More choices. Petker. Go on walk. Go for jog. Go for jog. Nem. Fiú. Engem elküldesz munkába? Szerintem mennem kell. Még van 15 perced, úgyhogy kitakarítod a kádat. Nagyon helyes. That's so me. Mondjuk egyébként simán. És most iCloud backup, vagy mi? Tessék? Ezt nyomjam. Igen. És jelentkezz be. Hogy fut? Jaj, Eli, hogy szedi a kis lábikóit, életem. Életem. Mi? Nem, mindig odaig elfut, és aztán csak vissza felé megy. Nincs is akkora gyomrom, gyerekek. Elmentem hát dolgozni? El. Ennél azért lényegesen nőbb gyomrom van az életben. Te... Téged kibántott. Mert? Nézzük, milyen szép haja van. Ez nem Viktor? Ez Viktor lenne? Piros a haja. Annál pirosabb. Igen, Viktor Ginger, nem piros. Elfutottam. Mit csinálsz? El fognak szédülni a nézők. Ha magadra kattintasz, akkor oda megy ám, ahol vagy. Idáig fut, és aztán itt nem tudom. Hogy fut elég édes. Ez mi ez? Nézzed, azt mondták, hogy talál rajta majd valami különlegeset, hogyha sokáig nézi. Meg kiáshatod azt a kincset, ha már egyszer itt vagy. Kiásom. Ennyi. Már visszafelé? Nem tudom. Jó. De van olyan a medencében, hogy swim laps, azt hiszem. Igen, de hát mondjuk ebben a medencében... Level up! Nagyon jó. Ki vagyok gyúrva? És
És akkor a következő dolog, amit csinálni kell. De most már vettél magot megint. Most benn van az inventory-ban a mag, az biztos. Azt nézd meg. Lehet is, nem azért mondom, csak hogy először én ott kinövesztettem egy bokrot, és azt nem tudom, hogy ezt hogy csináltam. Oh no. A former fan. He claims that taking Julie's advice didn't work out for him, and now he wants Julie to pay. She can either try to reason with the man, or just call security and have him tossed out. Hát, reason with him. Realize that things are so in fact he's actually grateful for all this. Hú! Minden rendben. Úristen! Nem kell venni, ami nálad van mag, kihúzod az inventory-ba az ültetőbe, vagy a talajra, és ott rákattintasz. De az előbb nem csinálta ezt. Nézd meg, most húz ki oda a magot. Az utolsó. Nem, a legalsó. Ja, csak azt néztem, hogy ezek micsoda. És oda nem tudod rakni, csak a fűre tudod rakni. És akkor azt tudod neki mondani, kattints rá, hogy open seed packet. És az előbb is ezt csináltam, és aztán meg eltűnt. Nem a magcsomagot, hanem a növényt. Ott van. Aha. Milyen növényt? Jó, hogy növényt rakod oda? Ja. Csinálunk két szást. Ja, hogy ez mi, ja, hogy ez is ez ilyen sok. Azt lehet, hogy az nem olyan, de a répát meg a és akkor igen. Jó, és akkor ha arra rákattintasz majd vele, akkor kattints rá. Plant. Aha. Jó. Ja, csak elfáradt. Ja, de ezt most már elültetett, fiú. És na. Ha elfáradtál, akkor... Köszi, hogy ezt mondtátok, mert nem tudtam... Királyok vagytok. ...szerakni, hogy mi van itt. Mindig királyok vagytok. Ti vagytok a legfaszább backseat népség a földön. Igen. Lefeküdt a kanapéra. Hát már oda akartam, hogy lefeküdjön. Megcsináltad? Nem, tudom most. Mit nem tudsz? A jelszavadat? Meg kell locsolni? Ó, jó Isten áldjon meg. Most már lefeküdtem aludni gyerekek, úgyhogy én nem most fölkeltél. Uncomfortable. Meg. Venni kell egy jobb kanapét, Júlia. A hűtőből kiveszed a rohadó ételt, légy. Na. Légy. Hamarosan nagyon fogja zavarni. Mi a baj? Valami baja van. Nézd meg. Akar. Nem Elinek, neked. Értem, nézd meg, hogy mire van szükségem. Hadd csináljam már a saját izénban. Eszik, látod? Minden rendben. Take a break and then. Jó. Take a break. Megnézhetjük a kanapékat egyébként, hogy nézheted a culinary-t is, azt is szereti. Culinary hogy training videó. Hogy mennyivel drágább. De nem fáradt, ez csak a mozgás után mindig ez van egy ideig. Ó, és tudok egyszerre enni és ezt csinálni, az azért elég jó. Igen. Kutya, veled mi van? Hát a kajájára gondol, de most evett. Adtál neki, nem? Adtam neki. Akkor ez most teljesen Eli. Na, tőlem kaphatsz még. Ja nem, mert szerintem előbb evett. Nem adtál neki, mert evett. Te magadnak ja. Adtál kaját. Vagy vettél. Adjál neki enni? Eddig szemben a tévét, mert még mindig nézni.
Parancsolja a fiú. Kelka! Fiú? Hát fiú. Na, most már happy vagy. Happy vagyok, minden a legnagyobb benne. Többet is megöntözted, mert az egyik már ki is. Megöntöztem mindegyiket, csak a répa jobban nő. Baba, menjünk el vacsorázni. Éhes vagyok. Ja. Megéheztem. Drágáim, elégedetten és boldogan ül a szívem a kanapén, én pedig csak boldog vagyok itt. De elégedett nem, mert hogy enni szeretnék valamit, és az a helyzet, hogy kijött a Narcos Mexico második évada, és már tegnap, és egy percet nem láttam belőle, úgyhogy legalább az első részt meg szeretném nézni egy jó kis vacsival. Úgyhogy imádlak, szeretlek titeket, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Te is? Igen. Ő is. Ötödik jó résznél volt. Tartasz. Közben a haverod ott áll az ajtóban egyébként. Az egy srác, engem nem érdekel. Nem barátkozom Tinikkel. A holnap reggel találkozunk, ilyen 10 óra környékén lehet rám számítani, és beszélgetünk egy jót. A hét következő, vagy a következő hét programjáról majd pedig holnap fogunk értekezni. De nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és természetesen keresünk valakit, akit be fogunk raidelni. Nézzük, hogy kik azok. Ó, hát Avid. Egy kis Tomb Raiderhez mit szóltok, drágáim? Aper a raid, Avid is odd. Annyira hiányzik a Tomb Raider. Julcsi meg végigjátszotta. Azon kevés akciójátékok egyike, amit végigjátszott Julcsi is. Meg mindannyian. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor gyertek át velünk Avidhoz, köszönjetek be, nézzétek meg, hogy ő mit csinál, és hogyha tetszik, amit csinál, akkor kövessétek is be, nyilvánvalóan. Én nagyon kedvelem a srácot, remélem, hogy ti is fogjátok. Nektek pedig jó éjszakát, jó pihenést, jó hétvégét, holnap reggel találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to